uraim! Ez itt a Morning Show! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Újra az éterbe robban Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. Aja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 j
reggel. Drága hallgatók, hello mindenkinek. Két hét múlva karácsony. Már hogy nem két hét van, még csak 23-a. De hát nagyjából. De rá, egy napra már ünnepelünk. Két hét múlva még ugyanitt fogunk ülni reggel. De az utolsó nap gyönyörűben átítatja majd azt a reggel, nem? Biztos vagyok benne, hogy nagyon elérzékenyülünk majd. Igen. Gyakorlatilag minden egyes percéből a műsornak áradni fog a mindent elsöprő szeretet. Milyen jó hangod van, már mondja csak. A szeretetet mi? Szeretet. Megy el a hangon? Nem, volt egy ilyen, nem érezted? Reggel mindig ilyen bugyiszaggató vagy kicsit. Igen. Igen. Sziasztok, lányok. Mondd még egyszer. Én ezt a fülembe hallom, én nagyon... Sziasztok. Ja, leveszem a fülest. Lányok. Ez még ilyen fiúszaggató is. Lányok is hölgyek. Igen. Na milyen a karácsonyi vásár? Volt valaki kint? Mert most mi tervezünk ma? Még kimenni. Akkor mami nem. Mami. És akkor hova mentek? Elugrunk egy ilyen vidéki outletbe. Nem erre. Már a karácsonyi vásárra gondoltam, megmondom őszintén. Fenyőfa, zene, hurka, kézműves dolgok, vásár, szabadtér. Nem jutott. Nem az outletbe szeretnék orientálódni. Megmondom őszintén, hogy ez a része nekem inkább már később jön. Hát, hogy most bevásárolunk. Májusban? Igen, mert hogy hát, május, június, azt gondolom, hogy húsvétkor? Igen, majd megnézzük a hűt. Nem kell állni a hidegben. A hűt helyét. Jó, májusban megy jó idő van. Szerintem az nem a vásárlásra való, hanem az inkább az ilyen andalgásra, meg eszegetésre, hát, meg nézelődésre. Majd akkor andalgunk, nézelődünk, meg eszegetünk, mielőtt meghalunk. Nem, hanem majd ha minden már meg lesz vásárolva, mert akkor nem fog minket frusztrálni, meg stresszelni, hogy még ennek nem vettünk ezt, annak nem vettünk azt, meg még ennek is kellene, meg annak. Hogy családilag szoktatok? Hát igaz, már a gyerek már lassan felnő, hát keresse meg a rávalót, azt vegyen magának, amit van nyári munka. Mi szombaton akartunk menni, azt így is maradt. Tehát így is maradt, nem volt szitter. Nem? Senki nem jött vigyázni a gyerekekre, amit tulajdonképpen megértek, tehát nem könnyű műszak az egy 3-4 órát eltölteni este felé velük, és ugye szórakoztatni őket, úgyhogy mi se voltunk kint. Pedig én megígértem nektek pénteken, kimegyek, beszámolok róla. Igen. Te melyikben mész, a kisebbe vagy a nagyobbba? Nekem a kicsi nagyon kicsi. A bazilika előtt az egy nagyon, szerintem az egy nagyon pici vásár. Nagyon sokan vannak is nagyon pici. Aha. Tehát én a vörös martit szeretem. Az nagyon jó, meg valahol így Budapesten. És a New York itt. És a New York is óriási. Nem, Vörösmarty tér, Váci utca, kis földalattizás a gyerekkel, tudod, ő ezt így nagyon, nagyon kedveli, úgyhogy valamelyik. A bazilika jó, ott van egy műjégpálya is, egy kicsi kis jégpálya. De az olyan kis picurka. Az nagyon, ilyen romantikus. Az ilyen romantikusan kicsi, igen. Úgyhogy Vörösmarty tér lesz majd. Csak gondoltam, hogy földerítem, hogy ha ti már esetleg voltatok, akkor utána járok, hogy érdemes, nem érdemes, ilyen hangulatba kerülésre jó-e, vagy idén gyengébb, mint eddig? Nem, jó lesz az. Ma jó lesz? Valamikor ezen a héten majd, igen. Igen, igen, ma 10 fok van, esetleg esőben. Nem olyan rossz, az legalább nem fázol. Nem baj az, ha nincs -3. Ja, forralt bort meg lehet úgy is inni, semmi bajod nem lesz tőle, de tényleg. Meg nem olyan erős, hogyha a fele eső. Az igaz, hogy az lazít rajta egy keveset. Állítólag nagyon drága, azt olvastam. A vásár? Hát szegényeknek két hét alatt kell megkeresni azt, amit még múlt héten egy hónap alatt. De hogy itt valójában valaki vásárol valamit, szerinted? Forralt bort. Persze, meg kolbászt. Kaját, meg kolbászt, azt, ugye? Hogy valaki ajándékot vegyen, bár nagyon sok jó ilyen kézműves dolog van kín, de hát most nem tudom. Gyertyát. Valamiket. Hát abból most meg valójában nem olyan drága, hogyha belegondolsz, mert hogyha meg mondjuk tovább tartana, akkor többször mennél, és ugyanannyi pénzt költenél el, mint így fel ennyi idő alatt. Na. Te mennyire okos, hogy ma igaz? Reggel. Hogy összekaptam magam. Én megokosodtál, mióta nem találkoztunk. Mindig így végére tartogatom így a muníciót. És akkor egyszerűen nem bírsz magaddal is elő. Évközben buta vagyok, mint a seg, de így évvégére már nagyon okos. Felokosodtál. Igaz? Felokosodtál itt a vasárnap. Milyen volt a hétvége? Hát a vasárnap az nagyon nyugis. Csak a vasárnap maradt már, igen. Igen, hogy a szombatot még ti együtt nyomtátok utoljára az évben. Bizony. Utolsó volt, ja, letudtuk a dolgot. Pont az utolsót nem. Az elejét láttam. Kipipáltuk ezt az etapot. A többit. Sajnálatod. Szerintem jó egész jó adás volt. Ma visszanézem, mert rögzítettem a piros gombat. Már ezt megtanultam.
Az utolsó előtt itt jobban szerettem, de nem volt egy rossz adás, igen. Igen. Úgy, hogy majd megmosom a fejeteket. Odáig láttam, hogy neked egyetlen egy alkalmas pillanatod nem volt, amire érdemes volt emlékezni. Azaz megnéztem, jöjjenek a legjobb pillanatok, jött a tiéd, autót vezet le. Igazi rohadékok voltak. És most a János ilyen fél kamera, tehát egy kicsit így belóg valahol a fejet. Őrült jó volt, ne? Tudod, kérdeztem, nekem is csináltatok, ugye? Behogy. János, hogy ne csináltunk volna. Persze. Hát rengeteg emlékezetes pillanatot. No, mind ott lesz majd. Hát nézd, szkripteltük, néztük, de ezt tudtuk beletenni. Hát ennyi most így alakult. Úgyhogy idáig néztem, aztán nem azt a megaláztatást, ami irányodban jött a műsor készítőitől, én mondom, nem pártolom ezt. Ez nem megaláztatás, ez megtiszteltetés. Ja, hogy egyáltalán benne voltak. X-faktort láttátok-e? X-faktort. Figyelj, képzeld, én benn voltam szombaton. Én beültem egy kicsit, igen, átmentem, ismerek ott egy pár embert, meg köszöntem, meg puszilgattam őket, meg nem tudom, régi stábtagokat, meg ölelgettem, tényleg, nem, van ott egy-két ember, akit kedvelek. Felgyújtották a villanyt, és láttad, hogy nem ők azok. Igen. Nem, dumáltam a Liluval, Bencével is elég sokat, és figyelj, döbbenetesen jó hangjuk van élőben. Tehát az a durva, hogy annyira sokszor nem... A By the Way-nek az Ákos dalát hallottam, aha, a Pufi kiesett fiúnak hallottam az első dalát, és hallottam a struccfejű lánynak. Milyen Pufi fiú? Miről beszélsz? Hát most az egy kicsit Pufi. Mennyit fogyott az a fiú szegény? De kiesett. Már de nem ezért esett ki. Nem tudom a neveket, ne haragudjatok. Csordás Ákos. Ő esett én ki. Én nagyon sajnálom. Van a Darit Dóra. Ő igen, a struccfejű lány. Igen. Az ex. Ki a kis fejű? Kinek van kicsi feje? Hát a tévén keresztül egy a Krasznai tűnge. Kis feje, nagy tapasztalat a porma. Ő a Krasznai tűnge. Így van. Zseniális, hogy hát énekelnek. Gyerekek, zseniális, és nem jön át annyira, vagy nem úgy jön át legalábbis. Élőben olyan akusztikával szóltak, hogy az elképesztő. Jó, igen, tudom, a Nothing Else Matters énekelte a Pufi. Nem Pufiz már szeretném. Az Ákos. A By the Way helyesek voltak, a Dóra ügyes volt, úgyhogy nagyon-nagyon tetszett. Bennálltam ott egy jó 3-4 órát, így nem kellett sietnem szombat este, meg a dumálgattam közben. Rácsodálkoztam, úristen, mekkora ez a stúdió, már el is felejtettem, hogy ott forgattunk egy csomó műsort, és a kicsihez vagy hozzászokva, bemész, és így döbbenetes méretek, pedig a kódot meg egy csomó mindent ott csináltunk. Tehát nem jönnek át annyira képernyőn az a durva. Hát ott a hangerő az mindig, tehát hangerő, igen, a barátunk szokták mondani, az a ugye ha ott ősz a színpad előtt, ott azért megküldik rendesen a technikát, tehát rendes ilyen koncert feeling van, gondolom én, bár nem voltam még soha felvételen, igen, ilyen X-faktoron, de hogy az egész más, meg ott élőben látni. Nagyon ügyesek voltak, én rájöttem, kinek drukkolok. Kinek? A Dórának. Igen? A Dúró Dórának. Dehogy is nem a Dúró. A Darics Dórának. Én szeretném. Vagy nem, már megint összekevertem. Ki a kisfejű? A Krasznai. Neki drukkol. Én szeretném, ha ő nyerne. Igen. Jól is érdekel nagyon. Az a legjobb a csaj. Félek, ezt a fiút nagyon sajnálom, aki kiesett. Most tudom, hogy egy fél ország meg fog rám halagudni, de hogy ez a By the Way, tehát ott van egy ember, egy fiú, aki, tudom, hogy kik szavaznak nyilván a tini lányok. A By the Way-el ugye az a problémám, hogy egyébként a helyes aranyos fiú. Az de... egyból milyen rapszódit érted odalőtni nekik, tehát hogy így nem nyomták rosszul. A televízión keresztül azért, ott egy fiú van, aki tud énekelni, meg még nem tudom hány, aki... Sanszos, hogy megnyerik. Nem tudom a szavazatokat, azt nem mondják el nekem, meg nem is kérdezem. Igen, mert 4 jóképű fiú, vagy 3, vagy hányan van. Gyerekek, sanszos, hogy... Sose bírom megszámolni őket. Sanszos, hogy beesik nekik ez. Komolyan, hát figyelj, csapat idáig soha nem jutott. 4 jóképű srác, csajok szavaznak. Csaj még nem nyert X-faktort, és egy fiú anda van bent, és két csaj. Egyébként igazad van. És csaj még soha nem nyert. Mondjuk én a tündinek drukkolok. A zseniálisan énekel a nő, nyilván a szavazatom. Egy igazi hippi. Igen, egy csomóan a múltat fölemlegetik, nem kell, engedni. Az benne van, mindenki... Olyan álszent ez a magyar, ha ezért nem tud átlépni, és jó, most pornozott. Na, és akkor mi van? Ja, ha, és szerintem nem álszent a magyar? De. Na, hát akkor hogy már ne? Ki is mondtad, hogy... Én ezért rukkolok neki. Az hogy ne lenne az, de hát, hogy ez a hangjáról szól, és nem egyéb adottságairól. Nekem ez a Dóra nem annyira szimpi. Én nagyon szeretem. Nagyon szimpatikus csaj. Nagyon szimpatikus, jó hangja is van. Hát most én neki szurkolok, mert hogy az Ákos kiesett. Mert én egyébként a Csordás Ákosnak drukkoltam. Ákosos voltam. Úgyhogy nekem nagyon fekete. Most, hogy ilyen kevesen vannak, most már tudom, hogy ki kicsoda. Komolyan, eddig nem nagyon követtem, hát, meg dolgoztunk ki szombat este. Hát, mondjuk a felvezetésedből azért némi kép. A kicsi fejű, a nagy, a Dóra, a tünde, nem, a, nem, a, így, a, ú, a fejű, a nem, a gazella testű, a nem, az antilop szájú. Igen, az igen, a kazuár testű. Oh, oh, no, oh.
Szóval jó volt. Na, átnézegettem egy kicsit. Na, majd meg. Jövő héten vége is? Nem, ezen a héten. Ja, de tényleg hétfőn van, bocsánat. Így van, dupla nap van, szombat-vasárnap. Nagy, ugye azért nincs már egyébként Wundershow, mert hogy a vasárnap már kitolódik, mert hosszabb lesz, és jövő héttől kezdve, meg januártól ugye vasárnap filmek vannak, úgyhogy eltűnik a 9 órás sáv, de ezen a héten egy dupla adással zárul az X is. Jövő héten meg már, hogy a karácsony előestén nincs nagyon. Hát akkor reszkesetek betörők van, nyilván. Én a vízilovakkal vagyok, reszkesetek betörők, igen. Hát így van, ugyan karácsonyi. Télanyó, télapó, meg mit tudom én. Az összes archívat előhúzza a kereskedelmi csatorna. Egyébként joggal nem is nagyon tévéznek karácsonykor. Ön te szilveszter. Évek óta például az RTL elengedte a szilvesztert, mert most érted, az, aki tévézik, az úgyis sas azért is néz meg mikroszkóp színpadon. Hát igen, de egy picit azért is engedték el, hogy így nem tudom, így karácsony ajándék gyanánt a konkurenciának, hogy az legalább azon a néhány napon legyen nézettség, de szerintem lehet, hogy idén lesz. Meg nem költenek rá. Hát azt mondták, hogy úgy a célcsoport nem nagyon tévézik, bulizik, részen, mint az Atom, 50 pluszba megnézik az M1-en a retro kabarét, nem? Meg aki mit tudod. Na, valószínű ezért. De remélem lehetne egy ilyen állóképet. Hát, hogyha ugye sokáig volt egy ugye a TV Dunavörön az akvárium, most nem, ilyen asztalt tudod, ilyen mindenféle, hogy hívják, asztala. Idén jellegű étellel, kibontott pezsgős üvegekkel, szerpentén, konfektén, minden, és akkor menne le attól valami lakodalmas rock, és mindez állóképen. Hát tök jó, te egy szilveszteri adás, meg lehetne csinálni. Teljesen korrekt. Hát nem, mert aki bulizik az úgyse tévét néz, akkor már legyen azoknak valami jó műsor. Zene már lenne alapból. Ja, hogy nem kell intézni. Ennyi. Aha, jó, ez is jó. Zenebár. Ja, Istenem. Hogy? Nem zenebárt mondtál, nem azt mondod, hogy zenebár? Hogy zenebár lenne az, alapból? Hogy nem, én azt mondtam, hogy zene után azt mondta a felé, hogy bár. Ha, ja. Ha arra gondolok, hogy... De legalább mindkettőnkre figyeltél. Talán még volt is ilyen műsor, hogy zenebár, nem? Volt. Ugye, olyan ismerősnek tűnik, hogy zenebár. Milyen egyébként, ha már mondtad egyébként Sass Józsefet, hogy fut az új műsor? Megy? Hogy? A Ludas Mutyi. Ludas Mutyi. Persze. Ez többen, hát ezeken a szójátékokon nem tudná átlépni, mikor szerint. Hát most, aki szereti, az pont ezért szereti. Hát ha mi most elkezdene más csinálni, nem szeretnék. De arra gondolsz, hogy dübörege még a Defekt Duo? Én nagyon szurkolok nekik, hogy tényleg, de hogy így elővételme minden jegy. Hónapokra előre. Meg ez az utolsó. Ez egy színházi előadás? Hát figyelj, 50 plusz basasék hasítana. Egyébként annyiszor emlegetem őket. 40 év alatt nem látsz embert. Figyelj, az utóbbi 5 évben annyiszor emlegetem őket, hogy egyszerűen jár nekik, hogy elmenjél. De hogy az egész család. De szép, hogy, de tényleg. Mondjuk tényleg leszámlázhatnék valamit. Adsz számlát a Sass Józsi most már? Várjál csak. Régen úgy tudom, talán máshogy mentek a dolgok. De most már kettőt ad a biztonság kedvéért. Duplán. Hát menjünk el egyszer egy mikroszkóp színpad előadásra, húzunk fel egy Ku Klux Klan jelmezt, és üljünk be a hátsó sorban. Na, mit szóltok? Szerinted kivezetnének? Nem, de miért pont Ku Klux Klan? Csak úgy, mert nem ismerik föl alatta. Nem ismerik föl alatta. Három költöző nyugdíjasnak, hát Ku Klux Klan, szerintem ez feltűnőbb lenne, mint hogyha egyszerűen csak nyugdíjasnak költöznénk, akkor akár az első sorban is be tudunk ülni. Hát figyelj, egy-két jó poén még lehet, hogy le is tudunk nyúlni, nem? Hogy állunk játékkal, vagy hogy álltunk a múlt héten? Megnyertük 3-2 lesz. Aha. Ugye? 3-2, egy feszes csatába behúztuk, amit be kellett? Hát olyan feszes nem volt a dolog, de az első 3 napot hoztuk, hétfőket, szerdát, és akkor érződött egy kicsit rajtunk. Ja, kiengedés, hogy... tudom. Igen, hogy megvagyunk. Tudom, és én pénteken rontottam egy előtt. Nem kell az 5-0, nem kell a 4-1. Jó, 3-2. Nagyon szeretném kikösörülni a csorbát, ez a 10. másodpercben bedurantott nemem pénteken, ez nem volt. Nem volt méltó hozzád. Igen. Hozzám az lett volna, de hozzád. Ide egy hallgató, hogy nem zenebár volt, hanem kerékbár Steve Cutterrel, vagyis Vágó Istvánnal. Igen. Mi volt a kerékbár? Belépe egy fél dollár. Mi volt az a kerékbár? Tényleg volt kerékbár? Várjál. Mi volt a kerékbár? Tényleg emlékszem. Vágó Istvánnal? Akkor csak azt játék mondja, lehetett. Biztos, hogy kerékbár volt. Nézzük, fogjuk. Azt mondja, hogy Igen? Van. Az a baj, hogy egy csomó ilyen vendéglátóipari egység van az országban, én úgy látom. Igen, hát ezt soha nem fogjuk megtalálni. Igen, mindenféle cukrászda, söröző, amit akarsz. Hát írd be, Vágó István kerék bár. Azt mondja, hogy biztos lesz kővágó össön is valami ilyen. Jó. Megvan, kerékbár, MTV, figyelj, bejátszom. Oké, hajrá. Figyelj.
Úgy van, na most végre. Jókor nyomta, jókor mondta. Tessék parancsolni. Zémi Zoltán. Egy testület neve. Hopp. Aha. Most már talán sejti, hogy milyen testület. Zérte. Szerencse kerék szinten vannak kitakarva a betűk. És neked, neked betüket kell, és ha találsz, akkor megfordul ugye a kitakart betű, úgy, mint a szerencsekerékbe, és ki kell találni valamit. Nyomja meg Attila. Hú, akkor nem legyen beletalált a zenébe. 3000-es elment, 200-as maradt, és azt hiszem mehetünk tovább, ugye? Kerékbár, ibuszutalványjal, ibuszutalványjal. Olaszországban fejlődött ki az a stílus, amelyről most szó van. Jézusom, hogy néz ki a vágó. 90. Ott. Jó. Közül. A gót stílus helyébe lépve, aha, a görög-római építészet elemeit fejlesztette. 1992. Nagyon hát jó. Ez egy modern szerencsekerék, a szerencsekerék elődje tulajdonképpen. Pörgettek egy kereket, ott kidobtak különböző összegeket, azt hozzáírták, és ki kellett találni valamilyen szervezetet. Akarok még játszani, nyomjad. Másik doktor úr pedig, úgy látszik, építészet. Azért a díszlettel nem költöttek sokat, nem? Nem. Na, mondjuk. Ezért sem tudom, de a többi. Hát, ez kevés. Ezt tudom. Kevés. Minden nyomja. Most megnyomta a gombot, majd hogyha talál benne betűt, akkor azt a bizonyos 200-at figyelembe vesz. Azt a kereket nézd meg. Hogy szeret nyomni, Attila? Egy gigok. Na jó, kérdez a hallgatóknak. Jókor nyomta, jókor mondta. Óriási ilyen retroadásokat nézni, ezt mindig nagyon szeretem. De doktor úr egy nagyon picit megsértődött, hogy nem tudja a végét. Na, most akkor én ki is szállok, nem ezért utaztam föl. Igen. De van Friderikus Sóvágó is, Anna és Brunner Mártával is. Na, azt mondom, megnézem a szünetbe. Oké, lehet jelentkezni játékra. Aki nagyon akar, tud, szeretne játszani, megteheti. SMS-ben lehet bennünket bántani nagyon. Jó? Mi pedig jövünk a hírek után. Fél hét múlt, pontosan egy perccel. Ez itt a Morning Show. Hello mindenkinek, jó reggel. 10 perc van, pontosan 7 óra. Hétfő van. December 7-e. Mit 7-e? 8-a. Legyen az. Legyen az. Mindegy is, hogy hányadika van. A lényeg, hogy hétfő. Főleg, hogy 9. Főleg, hogy 9. Pláne, hogy rohan az iskolát. Idő. Hogy elment két nap? Mi? Az iskolád. Hogy rohan az idő tényleg? Szóval itt vagyunk, egy újabb hét kezdődik. És nézzünk SMS-eket, hogy miket írogattak nekünk a hallgatók. Leginkább közlekedés. 61-es villamosok Szél, Kálmán és Hűvösvölgy között nem járnak. Pótlóbuszok közlekednek, ezt Krisz üzeni. Elpakollak titeket, mint ruszkik a havat. Ezt Toki küldte nekünk. És azt hiszem, hogy van még közlekedés, de igen, van. Kisiklott a 61-es villamos a Budagyöngyénél. Torlódás várható. Ha valaki most ott áll a megállóban és várja a villamost, ezen a vonalon ne tegye, akkor, ahogy az előbb is olvastam, ott elég sokáig nem járnak majd a villamosok. M3-as Nyíregyháza felé, 87-es könnél kamion az árokban, leálló sáv pedig zárva. Ez is ebben a pillanatban jött. És hát is nagyjából ezek az SMS-eink. Ugye? Közvetlenül szinten. Na jó, van, megnézzük, hogy ki a mai játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, egy hallgató és egyetlen szabály. A Morning Show arénájában Sebestyén Balázs, Ránkóczi Ferenc és Vadon János várják az új kihívókat. A csatát 4 tiltott szó dönti el. Fekete, fehér, igen, nem. Készen állsz rá? Jól gondolt meg a választ. Megcsúsztam, gondoltam, ráteszek. Jó volt. Megpróbáltad behozni. Halló, jó reggelt! Halló, jó reggelt! Sziasztok! Hello! Hello! Hello, hogy hívnak? Sziasztok, Gábor vagyok. Hello, Gábor, honnan hívsz minket? Nagy Kozárból, ez Pics mellett egy kis falu. Vagy úgy. És mit csinálsz? Nem, most keltem, szóval készülődök a munkába. Mi leszel majd, ha bemész, vagy mivé alakulsz? Hát, nyomozó vagyok Pécsen. Nyomozó? Igen, rendőrségi nyomozó. Rendőrségi, aha. Te mész a helyszínre, meg te próbálod utána a nyomokat rögzíteni, meg felgöngyölíteni a szálakat, igen? Hanem azt egy hónapban egy-két napot csináljuk. Vannak bűnügyek, amikben menni kell, és megoldani. És a magyar nyomozóknak is vannak társaik, mint Horst Tappert, meg Fritz Wepper volt annak idején? Az egész egy nagy csapat, úgyhogy összedolgozunk. Aha.
de nem mindig ketten mentek, mint az amerikai nyomozók is, mindig mindenhol tényleg a Derek is ketten volt, egyre Columbo volt egyedül, de akkor... az amerikai filmekben is mindig ketten mennek, és mindig az egyik feka. Igen. Kötelező szerűen az egyik feka. Tehát igen. Ez előírás. Azt a szakszervezet biztos... kérte. Biztonsági szempontból azért jobb mindig, hogyha ketten vagyunk. Aha. Mm-hmm. De ti egyébként csoportba nyomjátok, mert így nyilván meg lehet osztani a felelősséget. A Dezső felejtette el. A Józsi volt. Nem, én sokat szoktam egyedül dolgozni, mivel én a pécsi zsebeseknek vagyok a réme. Aha. Úgyhogy, hogyha kiszúrom esetleg őket, hogy hol dolgoznak, akkor szólok be társaimnak, hogy jöjjenek ki segíteni a figyelésben, és akkor elkapjuk őket. Oké. Na jó van. Ki legyen a játékos társad ma reggel? A Janira gondoltam. Akit akarsz, legyen a Jani. Meglepődtél? Nyomozó úr. Nyomozó, ne csinálj ezt, nyomozó. Jó, mehetünk? Persze. Oké, indulunk akkor, jó? 3, 2, 1, és tessék! Gábor, kérdeztetek? Persze, kérdeztetek. Marhol érdekel a munkátok. Azt mondja, hogy zsebesekkel is foglalkozol, ugye? Így van. Nyilván lesznek a karácsonyi vásárban is. Meglátjuk. Ilyenkor jön a nagy üzem? Hát annyira, ez inkább jellemző. Inkább melyik ünnepre jellemző? Hát mindegyikre szerintem. Uh-huh. És azt mondtad, ahol nagyobb csoportosulás, tömeg van, ott megjelennek általában. Ilyen buszpályaudvarok, bevásárlóközpontok, ilyesmikre kell gondolni? Úgy van, pontosan. Uh-huh. És Pécset laksz, ugye? Illetve azon a környéken? Így van, Pécs mellett. Nagykozárban. Uh-huh. Jól emlékszel, János. Aha, és arrafele sok a zsebes? Vannak. Előfordulnak. Ez mi volt? Ló nyerítés. Feltűnt? Nem. Nem van a stúdióban egy ló? Ez én volt. Most ezzel picit ráfűztem, de hát ez egy zavaró tényező volt, ami egyébként nem nagyon szokott előfordulni. Nem baj, átmentünk rajta. Próbálgattam az effektáramat, igen. Mennyi az idő? Lejárt? Hogy állunk? Nem, még mindig van? Hát most mit csináljunk? Most már kibeszéltünk. Most mi legyen? Az a baj, hogy most éppen futóműállításom a Balázs autója, és lóval jött. Jelzett a lovam, hogy adjak neki zabot. Megéhezett. Figyelj, meg kell, hogy adjuk egyértelműen, tehát ez szerintem kihúztad, én ebbe bele rondítottam ebbe a játékba, rányomtam egy effektre véletlenül. Úgyhogy ez egyértelműen kihúztátok. Megadjuk az ajándékcsomagot neked, jó? Wow, köszönöm szépen! Megpróbáltalak ebből a passzivitásból valahogy kicsit kizökkenteni. Sikerült. Gondoltam a lónyerítéssel, hát a sikerül. Ez bezavart, és erre te mondtál egy nemet, de ezt nem számítjuk annak. Jó? Jó, köszönöm szépen. Azért szerencsét, hogy így ilyen könnyelműen így megadjuk, mert egyébként meg ha nem nyúlunk bele, akkor passzivitásért azért jeleztük volna, hogy necces a dolog. Igen, te nyomozónak vagy nagy őjé, meg vallatónak. meglehetős passzivitást mutattál, ebből szerettünk volna kizökkenteni egy lónyerítéssel. Viszont kimondtad a tiltott szót, ez bezavart, úgyhogy megadjuk, jó? Jó, köszönöm szépen. Oké, Gábor. Köszönöm. Küldjük akkor neked. Rendesek vagytok. Ciao. Jó munkát. További szép napot. Sziasztok. Eseménymentes napot. Hello. Köszi. Ciao. Yeah. Hát, engem is meglepett, hogy így belovagoltatok. Tessék? Hogy így belovagoltatok adásba. Na, Ráró, mondj valamit. Na, jó van. Hűséges paripám. Jaj, te kis paripám. Na. Én kanosak. Ja, de meg kellett adni, nem? Meg. Ez így korrekt. Nem? Egyébként, hogy a hallgatók is benne vannak a jövőtől kezdve, újíthatunk a játékban. Legyenek bezavarások? Igen. Igen? Tehát egy-egy effektet benyomsz, lehet rá reagálni. Na! Hey, vissza! Nagyon jó effektek. Hello, hey! Nagyon szeretem. Még ilyenkor mindig körbenézek, hogy hol kezdődik film. Nem? Ja, igen. Valaki elindított valamilyen csatornán filmet. Metro Goldwyn Mayer. Na jó van, 2 perc van pontosan, 7 óra 1-0 oda. Ezért holnap revansot veszünk, jó? Ez most még nem ment el ez a hét, nem fogjuk odaadni. Ilyen könnyelműen, itt csak így dobáljuk a pontokat. 2 perc van, 7 óra, jönnek a hírek, aztán itt vagyunk mi is. 7 óra múlt pontosan, 13 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt!
tele vagyunk közlekedési hírekkel már így korra reggel. 61-es villamos ismét jár, úgyhogy lehet menni arra felé, ha valaki szeretne. A 21-es úton Vizslás Újlaknál Salgótarján felé elterelés, valószínű baleset. Van ilyen, hogy Vizslás? Uh-huh. Tényleg? Igen. Nem is hallottam még róla. Az M0-áson az M5-ös és Gyár között Nyíregyháza irányába raklapok az úton. Körülbelül 12 autó küzd defektel. De jó Isten! Ez az M0-áson az M5-ös. Az M0-ás és az M5-ös Gyár közötti szakaszán Nyíregyháza irányában. Van. Az M3-ason baleset Budapest felé a 127-es kilométernél, csak a belső sáv járható, lelassul a forgalom. Úgyhogy ott is mindenki menjen. Mentőtűzoltó már kint, de lezárás még nincs. Andor a szállító küldte ezt nekünk. És igen, nagyjából ennyi. Járnak a 61-es villamosok. Balázs az M7-es övezetben mi lesz Gergely Robival és az Emmanuel-lel? Hát, ez egy jó kérdés. Ezen mi is gondolkoztunk. Fogják őket tépni a Gáborral, Balázsék. Igen, gondolkoztunk rajta, hogy betegyük, ne tegyük, de úgy döntöttünk, hogy az M7-es övezetben nem fér bele Gergely Robi Emmanuel című száma, igen, száműztük. Na, és elindult egy új fotópályázat a morningshow.hu-n, aminek ismételten komoly készpénzes nyereménye van. 50 ezer forintot lehet nyerni, ha valaki beszáll ebbe a fotópályázatba. A fotópályázat lényege pedig az, hogy elsősorban azokat szeretném megszólítani, akiknek gyerekük van, mert hogy hát a gyerek, ha gyereked van, tudod, hogy mekkora hisztit tud csapni a gyermek, ugye? Ezt mindenki tudja. Hogy egy adott pillanatban a gyereknek eltorzul az arca, és már-már vicces, már-már mókás módon próbálja tudtadra adni, hogy valamit te szülőként nem jól csinálsz. Ez a hiszti, ugye? De mégis, hogy ne legyen annyira elviselhetetlen ez a pillanat, meg annyira nehéz, meg annyira hosszú, arra gondoltunk, hogy azokat a gyerekeket lehetne most benevezni a fotópályázatra, akik elképesztő módon tudnak hisztizni, eltorzult arccal, vörösödő fejjel, lila erekkel és kiguvadó szemekkel, és megkeresnénk az Így sírtok ti című fotópályázatunkon belül a legdurvábban hisztiző gyereket. És ez neked is jó, mert gondolj az 50 ezerre közben. Van. Ugye? Csináljad kicsin még. Az na, a júj az arcocskád, de szép vagy. Puff, és nem reagálok, nem szólok rá, nem teszek ellene semmit, amíg meg nincsen a kép. Így van, gyorsan egy telefon. Amikor a gyerek hisztizik, amikor a legdurvább fejet vágja, és elborul a tekintete a hiszitől, na azokat a pillanatokat keresjük. Hogy hisztiznek, sírnak, üvöltenek, torzult fejjel a magyar gyerekek. Hm. Jó? Szülőként ez nyilván nem mindig mókás, de ha az ember tényleg arra gondol, hogy na fiam, ügyes vagy, lehet, hogy most kerestél nekem 50 ezer forintot ezzel a sírással, akkor azért az egy kicsit könnyebb elviselni. Igen, ez egy nagyon kellemes kis vigaszdíj. Hogyha felmentek a honlapunkra, a morningshow.hu, ugye, akkor jobbra fent találtok egy ilyen kis ikont, rá van írva, ahogy Balázs is mondta, így sírtok ti fotóverseny, rákattintotok, és akkor ott az összes részvételi szabályt, illetve mindent, ami ezzel a játékkal kapcsolatos, azt megtaláltok. Követelem, hogy legyen videóverseny is ebből. Követelem. Utána csinálunk videóversenyt. Hát azt azért, van rá lehetőség. Lehet, igen. Van rá lehetőség, videót is lehet küldeni. A fotópályázat talán úgy kell csinálni, hogy föl kell tenni a YouTube-ra. Ugye a YouTube-ra lehet feltölteni magát a kis videót, és a YouTube linket kell betenni a fotópályázat fotója mellé. Tehát lehet úgy nevezni, hogy fotó és videó. És akkor a YouTube linket kell átmásolni. Nagyon jó, mert ott ami lesz. Ja, igen. Karácsony után pedig januáron megcsináljuk, akinek van a legrondább fája fotópályázat. Igen. Csak azok nevezhetnek, akiknek már nagyon kornyad, nagyon ronda, rettenetesen kevés díszhely, 10 perc szünet van két ág között. Tehát kibontott akkor szaloncukrok, de a papír fönhagyva. Igen, és az egészen 3 darab dísz van, a csúszdísz félreáll, tehát a legrondább fát megkeressük majd januárban. De addig viszont fotópályázat, jó? Morningshow.hu, tessék sokszor megnézni mások fotóját is, és gondolni arra, hogyha a gyerek nagyon sír lefotózni, 50 ezer forintot hozhat a konyhára. Így van. Illetve megcsináltánk szilveszter után, nagyon kellemetlen voltam című fotósorozatot is. Egyébként az még lehet. Tényleg legyen az, hogy akkor ezt megcsináljuk január első két hetében, mikor föltöltik ugye a szilveszteri képeket, és januárban még úgyis mindenkinek áll a fája. A legrondább fa szépségverseny. Már vannak pályaműveink, tényleg? Már vannak pályaművek. Na. Én már nézem is. Az Így sírtok ti rovatban. Már van, aki töltött föl? Aha, izé. Nem? Hát, szó. Tehát, hogy ilyen. Na van fönt, vagy nincs? Mondd már ki. Nincs. Aha, értem.
De, fönn van egy igen? csomó, persze, ott van, nézd meg az eddigi képeket, van egy ilyen link, és az, azt kell megnézni. És valaki felrakott egy kutyát, úgyhogy nyalogatja az órát. Jó, de már vannak fönn nagyon durva. Van klasszik. Jó, és van 30 éves ember, aki föltöltött a saját magát. Hogy egy 500-asat törölgeti a könnyeit. Tizenévesen. Szőkelány tizenévesen, ő nem tudom, igen. Ő már kapott 104 lájkot, tessék? Sír. Ő kicsit durcinkem. Nekem azt tetszik, aki nem kapott még egy darabot sem. Holnap hétfő, és egy ilyen pici gyerek ő itt. Aha. És rettenetesen. Na pedig ő cirkuszol. Hogy? És ez mi? Videó. Ja, van videó. Aha, van videó is. De jó. Na várj, meghallgatjuk. Jutok pedig képezi a nagy gyerek! Adjál neki! Veri a videózót, nagyon jó. Ennyi. Na, hogy megvert a videózót, ez jó. Oké, de hát lesz mi mulatni. Mindenki töltsön föl, akkor gyerekek, ha nincs, akkor saját magáról is megcsinálhatja egyébként. Tehát azt is imádnánk, ha 30 éves emberek hisztiznének, nem? Igen. Biztos van gyerek hisztizés, és másképp fogod látni a világot, hogy nem csak a tiéd hisztizik, hanem másoké is. Jó azt megnézni. Az mindig jó egy kicsit. Na, igen. Ott is. Csak lehet, gyereket lehet nevezni, vagy barátnőt is, ír a Zoli. Nyugodtan, bárki felkerülhet. Tehát a barátnődet sikerül lefotózni, amikor nagyon hisztizik, mert nem kap meg valamit, vagy nem volt este szex, vagy bármi. Egészen nyugodtan. Simán, de akár igen. Fatert vagy nagyfatert is, mi nagyon örülünk neki, hogyha lenne megint egy olyan gyöngyszem, mint mi például a ne gyere be erre, he. Ne gyere be, mert nem megmondtam, hogy igen, mama marad. Nem megmondtam, hogy ne gyere be, meg ne gyere erre, he. Az egy iszonyat nagy klasszik, nagyon örülünk neki, hogyha mi fedeznénk fel valakit. És ha, azt megvan. A világot, nem megmondtam, hogy ne gyere be, meg ne gyere erre. Jó, dehogy jó anyám. Igen, tudom az egészet kívülről. Hát egy ilyen klasszikus tudnánk, az meg aztán szenzációs lenne. És az is jó, hogyha a szilveszter után itt kérjük majd, hogy az is egy nagy divat a világhálón, hogyha valaki annyira megalakul, hogy elalszik, akkor különböző tárgyokat helyeznek el mellette. A legjobb. Beöltöztetik. A legjobb poén. Jó, de csak azzal a képpel ér nevezni, ami szilveszter estén történt. Igen. Jó, ez lesz a jövő év első. Ez a jövő év első, aztán a legrondább karácsonyfa, és mind 50 000 forintos fotópályázatok lesznek. Aki pedig röhögni akar, annak csak morningshow.hu. Fölmentek, aztán nézzetek hisztiző gyereket, de sokkal könnyebb lesz az életetek. Egyébként, főleg ahol van gyerek. Tudtátok, hogy a Beigli nem is Beigli, hanem Beigli? Hát most már persze. Én meg vagyok döbben. Én eddig azt hittem, ez Beigli, de ahogy hallgatom a Norbit, ő minden spotjába berak valami meglepetést. Szinte olyan, mintha Norbi úgy csinálja, keresd a hibát, nem? Mi a hiba a képen? Gyerekek, egy jó Beigli, hát anélkül nincs karácsony. De nem lehet, hogy ez egy másik sütemény fajta, amit mi eddig nem ismertünk, hogy kevésbé ismertünk. Hát vagy másik ország. Figyelj, Diós Beigli szerintem veri a Mákos Beiglit. És ezt hogy írják? Ával? Nem, az E meg az I olvasat közben. Aha, igen. Ával és elipszilonnal. Hogy írják Soberténknél a bájgét? Ával és elipszilonnal, vagy E-vel és pontos E-vel? Hihetetlen. Döbbenet a Norbi. De tényleg. Forradalmas nyitja egyébként a sütőipart. És a nyelvet is. Bájgli. Vajon hány olyan szó van Magyarországon, amit mi egyébként rosszul mondunk? Tehát, hogy nem úgy kell mondani, mint az eredetit. Mert egy kutatás szerint egyébként ugye a magyarok kigúnyolják azt, aki rosszul mondja egy-egy márkanevet, míg az angolok angolosan, a németek németesen, tehát senki nem törekedik arra, hogy kimondjon különböző márkaneveket. De mi valahogy mindig mindent helyesen akarunk mondani, igen. Nem? Hát, vagy amit helyesnek gondolunk. Vagy amit helyesnek gondolunk, igen. Én helyesnek akarom, de sokszor nem mondom helyesen. Ez egyik ilyen klasszikus sztori, ezzel kapcsolatban, amikor kiszakadtam Nyugat-Berlinbe, és akkor megálltam egy ilyen kis éjjel-nappalévet nézegettem, és én nagyon menőn akartam szólni az egyik haveromnak, hogy nézzel, Jacobs kávé. Konkrétan kiröhögtek. Jacobs. Álltak mellett, miért is fogtak. Nézd, hogy röhögtek. Nagyon jó. És a jó tájékozottságodokán hangosan mondtad. De hát persze, nem, hát hogy érted, itt vannak a magyarok, de hogy egyébként ők sem szakadtak le annyira a virágtól, ők tudják egyébként, hogy miről szól a Nyugat. Amikor ezek bejöttek, szerintem ezek a Lidl, Ocean, én az Ocean, vagy az Ocean, azt én évekig Oceannek mondtam. Mint egyébként szerintem mindenki, és át kellett állnom tudatosan a közlekedési érjek miatt, hogy az Ocean mellett, hogy az nem Ocean. Ocean. Nekem fogalmának volt jött, róla, nem, hogy írják, én végig azt vártam, hogy ezt óceánnak írják. Komolyan. És kerested az O betűset, hogy bemész vásárolni? Igen. Mentek el autóval, mi ez a szarít, már nézd meg. Igen, de egyébként az tényleg Ocean? Vagy csak a többség, Ocean. A magyar többség hát, döntött úgy, nem jó hogy az legyen mondjuk Ocean, és az Ocean egyébként. Az francia mező talán? Aha. Uh-huh. Mező? Na igen, zöldmezős beruházás volt, talán így kitalálták a nevét, de az ugye francia Ocean. Aha. És azért piros a logó.
Hát, egyébként piros a logó? Hát igen. Piros zöld. Mint zöld mező? Aha. Vagy csak nekünk magyaroknak. Zöld is van a madárkában. Úgy emlékszem. Tehát, hogy hány olyan van, amit egyébként rosszul mondunk, vagy rosszul mondhatunk, vagy a külföldiek szórakoznak rajtunk, hát nem? Hát meddig mondta az egész ország például azt, hogy Sanyó? Nem? Igen. Hát mert az, na mondjuk az úgy van írva, azért az hát, advédjen meg. Végül is igaz. A Sanyónak igen, van írva. De a Sonyt azt nem mondta senki soha a Sonynak. Sonynak? Az igaz, mert ez hülyé hangzik. De a Sanyó az így épült be. A Sanyó sokáig mondta Sanyó? Nagyon sokáig. Mindenki úgy mondta. Nagyon sokáig. Tehát rögtön? Én nem, mi össze-vissza találgattunk. Tehát mondtuk Sanyónak, 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 mindennek mondta. De mi az eredeti? Mi a helyes? Mi a helyes? Sanyó. Sanyó. Sanyó? Nem, Sanyó. Sanyó? Sanyó, mert hogy ugye japán, nem angol. De most ezt csak gondolod, vagy tényleg Sanyó? Voltál hát, már Japánban? Vagy csak japánosan na? Most? Nem voltál. Egyébként most megfogtál. Na azért mondom, mert ez blöffszagú volt kicsit, hogy Sanyó. Megkérdeztem már valaha egy japánt, hogy ők valóban így mondják-e? Tehát ott van a Levi's. Mikor bejött, figyelj, az Levi's, Levi's, Levi's. Louis. Louis. Én is hallottam. Louis-nak hallottad a Levi's. Azt mondja, nem tudom, hogy rakta össze a polgár, de jó volt. Gyerek, Louis. Olyan Louis gatyám van, te megőrülsz. Piros címkés Louis gatya. Figyelj, a Rit az Rit? Nem, ami? A Rit. Nálunk Rita, de hogy... Ne. Mi az, hogy Rit? A Rit, a Rit Farmer. Rit Farmer. Az az egyik legnagyobb. Mi az eredeti, ahogy hívják? Így. Rit. R-I-T-T. Aha. Büdös életben nem hallottam róla. Nem mondd már. A nem Kasucsi volt. Mellett a hát legnagyobb Kasucsi volt. A legnagyobbak közé tartozott a 80-as években. De vagy ez volt, vagy az. Te Levi's, hogy mondtátok? Levi's? Vagy Levi's? Vagy Levi's? Mi volt Levi's a Levi's? Volt szerintem. Levi's? A vidéket. Persze. Én nagyon sokáig Levi's hoztam. Én sehogy, mert Levi's. Trapperem volt. Az meg egyértelmű. Én a zenekar neveke voltam még egyébként így. Az Iron Maiden-t, az például szerintem így 2 évig tanultam. De és tényleg. Mi volt a Iron Maiden volt. Amikor nem jutott ez a szembe, egyszerűen nem mondtam. Nem mondtam ki, mert egy idő után már tök ciki volt. Jó, a JVC az mi volt nálatok, tessék? A JVC kazetta. Ugye az is meg volt. JVC? Hogyne. GVC? GVC. GVC. Tehát egy hány éven keresztül mondott a komplett magyar társadalom rosszul dolgokat. A GVC-t minek mondtátok? JVC-nek? Hogy van egy JVC kazettád? Vagy mi volt? GVC volt? GVC. A GVC az elég hamar beépült szerintem. Ahogy a Polymer is. Nálad a Polymer. Na jó, de hát a GVC az se helyes. Mert a J az ugye, az nem G. Nem G, hanem J. J, igen. JVC. G az ugye, hát igen, az más. Mondjuk én félek, hogy ha akkor bementem volna valahol, és azt mondom, hogy kinek szépen egy 60 perces JVC. Igen, akkor lehet, én meg is vernek. Nyomorult snob. Igen. Mert ugye, ha te azt mondod, hogy van egy JVC kazettád, az úgy igen. Jó, de azt mondod, hogy van egy GVC kazettád, akkor neked GVC. Aha, igen, G. Teljesen ugye, kazettád van, tehát teljesen hülyén mondtuk. De ide jött egy angol, az nem értette. Nem? De hogy ezeken át kellett menni. Tehát, hogy ez folyamatosan abszolút. Át kellett menni. A Tesco az Tesco volt, nem? Azt tudtuk. Hát az tehát az nem volt baj. Mi ez, ami kivonult? Ja, kora, az is egyértelmű volt, ugye? Azzal nem volt baj. Hát leginkább szerintem ezek a márka nevek. A márka nevek, igen. Igen. Vagy például a set-top boxot írják sokan, hogy na, azt még mindig nagyon sokan mondják. Én is egyébként Septoboxnak mondom, mert egyszerűbb kiejteni. Minek mondod? Én Septoboxnak. Septo? Igen, mert a Septobox az sokkal nehezebb kiejteni. Hogy mondod? Septobox. Én így mondom. De én direkt átmegyek. Septobox. De ugye ezt úgy jelent, hogy Septobox. De Septobox. Septobox. Hát próbáld ki meg egy Septobox. Hát nem nyomd egybe a kétét. Septobox. Septobox. Nem Septob, Septob. Fettel, Fettel, tehát a Fettel nevét Fettel, Fettel. Mindenki fettelezi. Nem? Rifle. Az mi volt? Nekem van rifle mellényem például ott. Az is egy ruházati termék. Igen, ruházati termék. De ezt hogy írták? R-I-2-F-L-E. Ugye két F-L-E. Én ezekről nem is hallottam. Nem mondd már, ez is tök menő volt. Én arra a farmerről sem hallottam soha. Mi volt az a farm? Mert a Dolce Gabbanát rögtön tudtad, hogy kell mondani. De, nem, Rit, hát akkor még nem volt Dolce Gabbana. Rit Farmer. Igen, de ez egy tök jó minőségű farmer volt. Most már így rémlik. Nézd. Ja, megvan, aha, ilyen kis barna bőrcímke Rit, igen. Mondom, vagy ez, vagy a Kasucsi. Tehát, hogyha valaki menő akart lenni, akkor ezt a kettőt vette. Mert egyébként máshoz nem is nagyon lehetett hozzájutni.
De hogy vagy ez, hát aki meg ugye olyan volt, mint én, az meg a trapperben utaz. Ami egyébként teljesen rendben volt. A rifle? Hogy mondtuk a riflét? Én riflének mondtam. Hát igen, félek, hogy mi a helyben a rifle? Na és amikor bejött a Jüszkár ruháznak, képzeld el, az mi lehetett. Ja, is. Ne, is. Az a is. Ugye J-Y-S-K. Na, az hogy mondta a legtöbb magyar? Ott mekkora szárnyalás lehetett, nem? Gyere már, anyjuk, menj már ide, Jiskbe. A Jiskbe. Menj már Jiskbe. Menj már Jíkba. De az most mi Jüszknek helyesen mondjuk? Tehát az tényleg, amikor ide jött Jólopuk és megalapította a kis, nem tudom, Jüszkét, itt is egy ilyen franchise hálózat, vagy nem tudom, akkor az Jüsknek mondják a reklámba? Hát, nem hallottam még reklámba. Nem tudom. Én megmondom őszintén, hogy így nyílt utcán, meg rágóban, mert tömegben, igen, egyáltalán nem mondom otthon, mi még mindig Jisznek mondjuk. Minek mondod? Jisznek. Persze. És az könnyű is kimondani az eszmélyet. Fia, ha azt mondanám otthon, hogy mondod, akkor nem értenék. Nem tudom, hogy mondj, menj már Jiskbe. Igen. Ez nagyon jó. De miért nem Jiszközöd? Hát az Jiszk. De hát nekem az úgy nem. Beépül, de mondom, direkt nem mondom úgy, hogy más ember is hallja. Sőt, még a gyereke előtt se, nehogy beégesse magát a suliba. Én a Dreherről hallottam, egyszer nem akartam elni, a Dreher. Az halálosan komolyan, adj egy Dreher. Ez az, amikor nagyon menő akart lenni. Szerintem, amikor nagyon buta vagy inkább. Megittem két Drehert azért. Ugye, hát ezeket nem tudod, hogy kell, főleg amikor fiatal vagy, és ezek megérkeztek nyugatról, hát akkor ezeket nem tudtad. Senki nem mondta el, aztán megláttad a reklámot, és tessék, Euronix-et ki hányféleképpen mondja szerinted? Euronics-nek mondják. Igen. Nagyon. Euronics? Euronics. Euronics. Irány a Euronics, gyerekek. Na, megy már Euronics-ba. Mit? Hova? Hát a Euronics-ba, vegyünk már tévét. De előtt tegyünk alól egy Pepsi-t. Én inkább egy Dreher-t. Elhiszed, hogy nagyon-nagyon sokan mondják ezt még mindig rosszul? Ami nem is effektíve baj, csak nem kapsz felvilágosítást. Ez Euronics egyébként? Vagy Euronics? Ugye ez is egy jó kérdés. Euronics? Várjál csak, hogy tehát az eurót lenni? Eurónak mondod. Igen, ez euró. Euronics. Euronics, az úgy jó. Aha. Volt. Most már nem. Na de külföldön lehet, hogy Euronics egyébként. Mert az eurós, nem? Hát, ugye? Hogy egyébként nem teljesen egyértelmű. Hát végül is. Mert a Made in Europe, akkor ugye ott úgy, de az eurót azt eurónak mondod. Nem teljesen egyértelmű. Igen. Aha. Igen, jogos. Aztán ott volt ugye a legnagyobb klasszikus, szerintem annál durvább nincsen, a Capriciani, Carpigiani. Jó, hát az Capriciani, nálunk igen. Az Capriciani volt. Nekünk Carpigiani volt. És anyám mindig fejbelült, hogy ne káromkodj, de nem. Nem, de ne, értsd már meg. Ha csak egy jó rizsfagyit akartunk enni a Carpaccioniba. Jó, mondok még nagy klasszikust, írják a hallgatók, tessék meg, amikor bejött a Pumpato Reebok cipő. Na, Reebok. Ribók, ribák, ribák. Nem tudtad, hogy kell mondani. És mindig, amikor valaki mástól máshogy hallottad, akkor csöndben maradtál, mert akkor elbizonytalanodtál. Nem? Te tudod, de jól vagy ő. Van pubáltó ribukom. Jó, hát ribákom, ribájkom. De akkor már hagyjuk ki a Nikét se. Mert hogy ez... A Nike nem. Az egyértelmű volt. Mondták így, hogy Nike? Nike, Nike. Ja, Nike, aha. Az még egyébként a könnyebbek közé tartozik. Én a Nike-zókat azokat mindig lenéztem. Tehát azt mondja, ja, jó van, felfúlkozott, túl igaz. Nike, hogy a Nike, azt én mindig Nike-nak mondtam. Náluk mindig Nike volt. Jó, hát persze. Hány éve tanultad meg? Hát amikor már telt rá. Jó, de és amikor először kértem, nem akartak adni. De náltak a Jüszk is. A Jüszk is Jüszk. Igen, nekünk Jüszk. Nekünk már Jüszk maradt. És a Saridont, hogy mondod, Saridon? Akkor bekapok egy Saridon. Igen, aztán bekapcsolom a Septobdokkaszot. Valaki írja az autókat is. Micsubicsi. Ja, hát a Micsubicsi. Hát az... Tényleg. Nagyon sokan. Az Micsubicsi volt. Az Micsubicsi. Az 20 éven keresztül Micsubicsi volt. Igen, arra nem emlékszem. De, abszolút. A Lamborghini, azt emlékszem, hogy az nem ment át nagyon sokáig a Lamborghini. Lamborghini. De a Lamborghini az is. Lamborghini. Diablo. Igen. Na jó, van, írtak még a hallgatói, megnézzük ezeket. 7:30 múlt pontosan 2 perccel. Norbi nem is tudja, hogy ezzel a Bike-val mit indított el, nem? Ilyen témabarát egy... Köszönjük, Norbi. Köszönjük, spotot Norbi. Gyártott a Bike. A következő spotot. Igen, jöjjön már még valami, igen. 7:30, 2 perccel Ove bácsira, Beru nénére lehet jelentkezni, mi pedig jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show.
3:48 pontosan, hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk, itt vagyunk, és ugye arról beszélgetünk, hogy mit, hogy ejtettünk régen, minek mi volt a neve, ugye hát amikor bejöttek különböző márkák, kazettamárkák, farmerok, ételek, italok, bevásárlóközpontok, zenekarok, az emberek fogalma nem volt, hogy hogy kell ejteni, és mindenki a saját olvasata vagy hiányos angol nyelvtudása szerint ejtett különböző neveket. Ugye arról beszélgetünk, hogy Norbit a spotban a Norbeiglit Beiglinak mondja. Egyébként sok helyen mondják így, csak fura. A nagymamám is beiglizott egyébként nagyon sokáig. Nem szereti a beiglit, mindig ezt mondta. Hát meg a, kicsit nem, ilyen svábosan. De lehet, hogy ő nem arra az általunk nagyon kedvelt karácsonyi péksüteményre gondol. Gondolkodtam rajta, hogy vajon hogy lehetne írni, és lehet, hogy ők így írják. B-Y-G-L-E-E. Lehet, hogy Norbit... Igen, majd megkeresem, megnézem, hát ha. Igen. Na, és hát nagyon sok SMS jött, hogy, hogy mit, hogy kellett ejteni régen, kinek mi volt a nehéz, illetve kinek mi ma a nehéz. Rengeteg hozzászólás, csak még egy-két meg vagyunk itt. Mikuláshoz még ajándékokat. Hogy ki, hogy mit ejtett. Azt mondja, valakinek a Givenchy parfüm okozott nagyon-nagyon sok nehézséget, hát az szinte kibonthatatlan volt. Baricello, ugye az is minden napig. Zuppot igen. Nem írják? A Zuppot nagyon sokan írták, de hogy ugye a 7-Up Zupp, ugye azt se tudtad, hogy a 7-Up és Zuppnak mondtad. Iszonyat nagy klasszikus. Az nagyon nagy, igen. GVC kazetta, ugye erről nagyon sokat beszéltünk. A Wrangler, Farmer nadrág szinte megoldhatatlan volt. Wrangler. Igen. A anyám a Deichmann Dickmannnak mondta, a párom nagymamája Dutchmannnak. Azért, amikor beugrunk a Dutchmannba. A Baumaxra mondta aposom mindig, hogy bemegyek a Bomaxba. Hosszú óval, nem? Bomaxba. Bomax. Nálunk úgy mondják. Bomax. Aha. Igen. Az imént a sporthírekben a Csievó már nyilván direkt volt. Persze. Kérdezi egy hallgató. Hát persze, hát nekünk is kell. Mit szeretek? Témaérzékeny Ákos. Ákos mindig, mindig, igen. Az mindig a Tisza cipő, Tájsza, Ikarus, Ikerus. Hát, na jó. Na igen, ez Technics kazetta, hát a Technics. Technics. Az Technics. Teljesen egyértelmű Technics volt, hát nem tudtad, hogy mondani. Csikó, igen. Az ASIC cipő, vagy ASIC cipő, ugye Asics. Hát az Asics teljesen egyértelmű mindenki. Nem értem, én nem értettem. Nem, csak mondom ASIC, hát az lehetetlen szinte, hogy azt Asics, hogy mondod. Hogy... Ugye azt hogy írják? A-S-I-C-S, ugye? Asics. Hát, fene se tudja. A-S-I-C-S, igen. A-S-I-C-S, igen. Asics. Az egyik atléta haveromnak voltak Asics cipői, egy osztálytársam, én mindig megdicsértem, de utána nem értettem, hogy mire hivatkozik, mert hogy az valójában Asics volt az én olvasatomban, és nagyon sokáig. A Giroszt nagyon sok ilyen Szabolcsban azt írja, hogy hallgató, hogy Gyrosznak mondják. Gyrosz! Azért, hogy bevágsz két Gyrosz, nem? Megyek a Deichmannba cipőt venni, ez Vörike küldte nekünk. Köszönjük szépen. Igen, kellékes boltban, milyen teló, ilyen. Highway. Ó, a Highway telefonos szakboltban ez elhangzott. Hát az egy friss márka itthon viszonylag, ugye még nem olyan régóta ismerkedünk vele, azt még lehet Highway-zni. Egyébként tényleg a 7-Up-ot mennyien mondták? Zupp. Zupnak, ugye a 7-es Z-betűnek, és akkor úgy egyből, igen. Azért az is kemény, amikor valaki a Sepultúrat Szipálcsörnek mondta. Igen, egy picit túl bonyolult ezt a sztori. Szipálcsör. Igen. Igen, hát a Huawei, ahogy mondják, az valóban egy új márka. Igen. Huawei, azt hiszem így. Huawei, ez a helyes. Huawei-nek mondod. A Manóvár együttest, ezt hogy mondják? Én soha nem komáltam őket, de ebben részben szerepet játszott a nevük is. Ez Manóvár, nem? Igen. Manóvár és Manóvár. Manóvár. Mint Manóvár zenekar. Igen. Hát én egyébként én az ÖMV kutat is egyébként baromi sokáig ÖMV-nek mondtam. Így van. Az van kiírva. Tehát bár OMV van kiírva egyébként. OMV, de OMV, ugye, kicsit azt gondoltad, hogy németesre veszed, akkor egy őt oda beböksz, és akkor az jó. Ez is az ÖMV kút, hát az nekem évekig. De még a közlekedésére olvasás, és hosszú évekig ÖMV volt. Most már átálltam az OMV-re. A jó irányba. Most már megyek a jó irányba, most már váltottam az ÖMV-ről OMV-re, úgyhogy így már sokkal jobb.
Igen, ez az OMV, hát ez egyszerűen gyűlölött kiejteni, nem? Hogy az OMV kút mellett, hát ez szörnyű. Tehát ez tényleg UMV. Mert hogy magyarosan könnyítesz egy kicsit. Hát igen. Én egy nagyon picit tanultam németul, úgyhogy nekem az így megvolt. Meg a FAU 1, FAU 2 rakéták kapcsán megtanultam, hogy a V-t azt FAU-nak kell ejteni. A szimplát. Igen. Ami nekem nagyon tetszik, amit Anita ír, hogy az egyik haverja, az egyik szórakozója mojitót kért. Na, azért ultra azért az. Mojito. Hát tudod, egy tudod mojito. Hányszor hallottam, amikor... Nem is, akkor legyen kettő. Igen. Mojito. Ennél mondok durvábbat. Nekem van ismerősöm, aki évekig azt mondta, hogy kérek két Long Island koktélt. Long Island. Testvérem, hát ezért ez mondjuk már Long Island-nek, szóval nem akkor a dolog, érte, hogy nem kell egy angol közé fognak nekifutni. Ne arra ugye két Long Island-ot kérek. És akkor abba ott hagytad? Szerintem, pincéri körbenézed, mondom Long Island, ne törődj vele, mindegy kicsit. Semmi tuskó, van nincs. Haverom 10 éve. Long Island. Nagyon nagyot akarsz vakítani, és azt mondod, hogy mit iszol kicsim? Há, jó, oké. Okay. Egyet nekem, egyet a barátomnek, két Long Island-et kérek. Long Island, te hülye. Te állat. És nem tudtuk meggyőzni. Éveken kereszt Long Island. Hmm. Ugye? Az nem akarta még megmagyarázni, nem. Hogy onnan jön. Szerintem nem, az Long Island. Hát de mi ott is szeretik. Az egyik legkedveltebb koktél a short Reykjavik mellett. Két mojito, meg egy Long Island. Meg vagy, nem? Nagyjából tudják, hogy mennyire kell komolyan menni, igen. Na jó van, köszönjük szépen az SMS-eket, valakivel már is játszunk. Óven bácsi és Beru néni, avagy a Tatooine hangjai. Nem gond, ha nem vágod a pároloktatók bináris nyelvét. Mert ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak reggelenként a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Valaki írja a saváló gumicsizmát szavállónak. Miért is az alpina csizmák? Hát meddig alpináztál? Én még ma is. Akinek kivehető betétes alpina csizmája volt úgy, hogy otthon meg tudta szárítani a betétet, olyan irigy voltam rá a kis átázott kis nem tudom milyen kis velúr csizmámban. Ultramenő. Ultramenő. Vastag sarokkal, gumitalpal végig. Talp végig körbe gumizva. És hazamentél és kivehetted felé a betétet. És mondta, hogy neki mindig száraz volt a betét, és utáltuk ezért, nem volt ilyenünk. És persze ő is alpinának mondta. Még reggel a visszagyűrt meleg betétbe betenni a lábad, az maga a kanács. Hát az nekem csak mesélték. És hogy nem volt alpinánk soha. Mindig száraz volt az alpinája. Igen. Jó kis alpina. Igen. Halló, jó reggel! Jó reggelt, halló, sziasztok! Balázs Feri Jani. Szia! Hello Tamás! A csajhallgatók nem jelentkeznek játékra? Végig csak pasik. Mi van a női hallgatóinkkal? Komolyan mondom. Csajok. Hát valaki játszom már egy hármasugrást, vagy legyen már naphallgatója, vagy hívjon már ki minket fekete fejrigennemben. Az esetek 80%-ában férfi hallgatóink vannak. Nem veled van baj, Tamás, csak mondom, hogy a női hallgatóink nem aktivizálják magukat. Készülnek még a napra készülnek teljesen. Legalább egy picit... Pipitkeznek és egyebek. Igen. Picit vékony is már a baritonodat, csak így az ízkedvéért. Jó van. Na, sokkal jobb. Honnan hívsz minket, Tamás? Itt vagy? Igen, vagyok. Honnan hívsz? Ceglédről. Ceglédről, mit csinálsz ott? Bútorasztalos vagyok, de jelenleg egy nyilázáró gyártó cégnél dolgozom. Uh-huh. Te már akkor benn vagy, ahogy hallom. Persze, akkor kezdtünk. Igen, neked volt valami, amit így máshogy ejtettél, vagy rosszul? Én nem, igazából a 80-as években jöttek be ezek a 7-up és hasonló üdítők. Igen. A kedves haver 7-upnak titulálta. Ezt nagyon egyszerűen sok helyen hallottam, a 7-up. Igen. Ugye, mint ahogy a Fantát szőke kólának hosszú-hosszú éveken keresztül, bár ez nem kiejtésbeli, de szőke kóla hát volt. A szőke kóla, barna kóla, és a az gépi, az pedig a motoros kóla. Azért, amikor a gépi kólát motoros kólának mondod, az nagyon kemény. Ezt nem hallottam. Motoros kóla? Motoros. A szőke kóla, barna kóla és a motoros kóla. Atya Isten, mert a szőke kólát és a 7-upot azt hallottam, igen. Jól van, na mutatjuk, mit csinál Óven bácsi, Beru néni. Jó, figyelj, Tamás. Hát, mennek Harry Herceggel a sarkörre valahova? Az expedícióban? Nincs most jó idő, nem a Tatooine-on? Nincs. De hát lehet, hogy ez csak egy nagyon fúj a szél náluk. Nagyon. Igen, nagyon fúj a szél. Szúgos. De azért ennek ellenére énekelnek, Tamás, megmutatjuk, hogy mit, figyelj. Ó, hát ez... Bee Gees lenne? Hétfői, meg se hallottuk. Igen, ha kérdés, akkor nem hallottuk meg. Bee Gees biztos nem. Na. A Waterloo. Waterloo, így van! A Bee Gees-től a Waterloo.
Waterloo, ugye ez ami is? Magyarul Waterloo, igen, a Waterloo-nak mondják ugye inkább, de hogy Waterloo. Waterloo, igen. Ez is egy érdekes választás. Oké, Tamás, ez ki segített? Ki jött be? Egyik kollégám. Zeneileg egy fokkal műveltebb, de ez, igen, ez nagy szerencse, hogy ott volt. Úgyhogy akkor küldjük nektek az ajándékcsomagot, jó? Oké, köszönöm szépen, sziasztok. Hello, ciao, ciao. Hello. Igen, és hát akkor a Louis Vuittonról még ugye nem is beszéltünk, hogy azt hány helyen, hányféleképpen mondják. 4 perc van pontosan, 8 óra jönnek újra a hírek, aztán itt vagyunk én. 8 óra múlt pontosan, 10 perccel, hello mindenkinek, jó reggelt! Egy újabb hétfő, az idő borongós, nem lesz ezen a héten nagyon hideg, körülbelül 3-4-5 fokot mondanak, és hószálingozás, havaseső, de semmi komolyabb csapadék. 2-3 fok, éjszaka mínusz 1-2, tehát még egyelőre a nagy hideg, nagy havazás elmarad. Kisebb-nagyobb hóesések lehetnek, és ahogy látom, már Eplényben lehet sielni. Műhó? Nem, hát gondolom hóágyúznak. Megfagyasztják, lefagyasztják, kispriccelik. Hát az nem? Nem az a műhó? Vagy hát igazi hó. Igazi? Igen, hát a jeget. De nem fő, tehát nem a vizet belenyomják, megfagyasztják, aha, és porlasztják. Tehát tulajdonképpen nem föntről esik, de hószerű, aha, képződmény hullik alá. És mi a műhó? Hát a műhó az, szerintem ez egyfajta ilyen kemikália, és ilyen palackóból szokták kifújni. Aha. Nagyon mókás. Majd behozunk holnap, és akkor lefújjuk egy messze möldöt. Mész a sípályán, akkor onnan látod a hóágyukat, hogy ilyen baromi nagy ilyen betonkeverőhöz hasonlító, ilyen hatalmas ilyen ventilátorszerű, brutál nagy cuccok áldogálnak ott, ilyen ágyúszerű képződmények. Aha. És ott van mellette egy cső, bevezetik a vizet, meg lefagyasztják, porlasztják, és kilövik. Na, és majd megnézzük a Jánossal jövő. Jó, na ezt igen. Ezt gondolom. Tegnap vettem sínadrágot. Minek? Mi az, a mind a kettőnek. Valakinek ajándékba, vagy nem értem tényleg teljesen. Magamnak. Figyelj, én mondom, nagyon komolyan gondolom ezt a dolgot. Hát, ha beesik. Egyébként rohadtul nem kutyasétáltatás, az, hogy ne fagyjak szét. De tényleg vettünk egyet. Kis sínacit? Aha. Az jó. Nagyon rendben van. Így föl, derékig fölé, rendesen. Igen, igen. Kantáros, ilyen kis, hogy hívják el, hózentrógeres, nagyon-nagyon rendben van. Iszonyú meleg. Hát ez kutyasétáltatás, az jó. Tökéletes. Szépen lassan meg vagyunk, igen. Tökéletes, csak nem tudom, hogy mit csináljak akkor, hogyha mondjuk el akarok menni WC-re. Érted? Mármint WC-re. WC? Figyelj, az a baj, nem tudjuk lezárni a témát, még egy mondat is, aztán tényleg. Fiúk, valaki a CSI Miami helyszínelő kapcsán azt mondta, megyek nézni a Chimiami című sorozat. Nálam ez annyira vezet, CSI Miami helyszínelők, Chimiami. Ugye, mert a CSI Miami helyszín, Chimiami, óriási Chimiami sorozatot megyek nézni. Na, morningshow.hu-ról szeretnék néhány mondatot mondani, elindítottunk egy fotópályázatot újra, és 50 ezer forint értékben szeretnénk valakinek ajándékot adni. Ugye a rovat lényege most az Így sírtok ti, azon szülők pillanatait szeretnénk egy kicsit megkönnyíteni, akiknek hiszizik a gyerekkel, vagy hisztis, és egy adott pillanatban, amikor nagyon sír, nagyon torzul a feje, le kell fotózni, nyilván amikor már a gyerek megnyugszik, az ember ezen nevet, elküldeni nekünk, föltölteni ezeket a fotókat, a morningshow.hu-ra fellépők pedig tudnak szavazni, like számokat osztogatni, és a legdurvábban, leghisztérikusabban síró gyerek szülei nyernek majd 50 ezer forintot. Tehát ha a gyerek hisztizik, arra kell gondolni, hogy de jó, most pénzt keres éppen nektek. Ugye? Uh-huh. Ha fekszik egy bevásárlóközpontban az autó hátsó ülésén, vagy bárhol, lefotózni, elküldeni, és lehet, hogy a gyerek a legnagyobb hisztijével kereste a legtöbb pénzt a családnak. Videót is lehet küldeni, videót föl kell tölteni a YouTube-ra, és utána a YouTube linket kell belinkelni a morningshow.hu-ra. YouTube, jó, hát most hát csak paraszt vagyok, érted, hát nálam YouTube. YouTube, igen, a YouTube-ra hallottam, igen, de YouTube, nekem az YouTube lesz mindig. Szóval, hogy a videót is lehet küldeni, és azt is fel lehet tölteni. Jó? Szavazni lehet a honlapon, érdemes megnézni, rettenetesen szórakoztató fotók vannak. Adott sírós, hisztizős pillanatban van, aki magáról töltött föl felnőtt feje, van, aki gyerekképeket, kutyaképet töltött föl, sok minden van már a honlapon. És a nyeremény természetesen nettó, 50 ezer forint, tehát nem bruttó. Hát imád? Nekünk bruttó, nektek nettó. De így van, de nektek ez természetesen nettó. És ha már a honlapot szóvaztuk, van nekünk egy adókapok rovatunk is, ahova azokat várjuk, akiknek egy kis segítségre van szükségük, valamilyen formában, nyugodtan osszák meg velünk, illetve a honlapot látogatókkal, és akik segíteni szeretnének nekik, azok szintén látogassák meg az adókapok rovatot. Igen. Erikát
találkoztunk a szombaton, kérdezi egy hallgató. Ott volt Erik. Ott volt. Nem mutatkozott, oda ment hozzátok? Nem, Jani egyszer csak beleüvöltött a tömegbe, hogy hol van Erik. Félénkkel valaki fölemelt. Igen, aki ismeri a műsort, hallgat minket, az tudta, hogy miről van szó. Aki mást hallgat, az hirtelen így furán nézett. Erik bejelentkezett, nekünk bal oldalon ült talán a második sorban. Így van, egy haverjával volt ott, tehát Erikről tudni kell, hogy Erik és az ő mamája számukra olyan, mint Kalambó és az ő anyukája. Tehát, hogy Kalambót láttuk már, Eriket láttuk már, a mamájukat nem. De sokat hallottunk róla. De Erik ott volt, jól érezte magát, úgyhogy ő is ott volt az utolsó felvételen, igen. M3-ason a 124-es kilométernél Budapest felé baleset, csak a belső sáv járható, nem Nyíregyháza felé, ATESZ küldte nekünk. Méghozzá más hallgató is leírt, hogy mi a pontos oka. Autó a szalagkorláton, és mentő, tűzoltó, sok minden van kint, ezért van egy kis dugó. Aztán, pillanat, csak gyorsan nézetet váltok. Nagyon sok közlekedés írjott még az M3-as baleseten kívül. M1-es 49-es kilométerénél Győr felé lezárták a külső sávot. Kicsit lelassult a forgalom. Ezt Peti küldte nekünk. És az M0-áson az M5-ös és Gyál között Nyíregyháza irányában raklapok az úton. 12 autó küzd a defektel. Ott is mindenki menjen óvatosan. Vizslás után Újlaknál a helyszínelés tart. Ez a 21-esen van. Jocó küldte nekünk. És sokan kérdezik, hogy mi a helyzet a 61-es villamossal. Már jár. Úgyhogy tudtok menni. És már van karácsonyi villamos is a Dunaparton végig. Az egy külön jó program. Nem emlékeztek rá? Igen. Tavaly is ment. Föl valami 40 ezer izzóval van földíszítve. Gyönyörű. Este mindenki, tényleg, aki erre jár és így ráér, picit érdemes kimenni. Annyira szép, ahogy megy. Szóval gyerekként azt megnézni, és viszem ki majd szép a kölyköket. Egyébként ez a kivilágított villamos? A végig a Dunaparton egy 40 ezer égővel, este kimész, és így maga a csoda jön. Tehát tényleg gyerekként az valami irtózatosan jó lehet. Na, nagyon, tényleg jól néz ki. Minden évben csinálják. Most vettük át a forgatás kapcsán egyik este a Margit Hídon, és akkor az egyik szerkesztő mellette megszólalt, egy hajdalom nagyon kellemes külső, egyik nagyon jó arc, mondta, hogy csáva, de szép ez a Budapest az. Tehát az esti Budapest kivilágítva, a hidak, a parlament, a vár, egyszerűen fantasztikus. Na, ha megnéztem a fotókat, ez nagyon durva. Van fönt egy Dominik nevezetű srác, hát ő neki milyen feje van. Ne, elképesztően jó fotók jönnek. Persze mindenki a saját gyerekéről, az nem magáról, nem másról, gyerekfotók vannak. Anyuka Dominik nem ér csavargatni a lábúját közben. Dominik úgy néz ki, mintha kínoznák, nem? Rettenetesen neki van keseredve a világnak. Szenzációs fotók vannak. Saját gyerekkel ér indulni? Persze, hát az a legjobb. Ér. Hát már, hogy mi? Ja, hogy berakod a sajátodat? Én tudnék hozni. Durvá hisz tizenek? Fanyesz van most abban a korban. Én nem akarok ebben a családban élni. Mondom, kicsi még pár év, tiéd a világ, egyelőre kitartás. Hát majd meglátjuk egyébként, mi lesz, hogy most karácsony, akkor nem kapja meg a szuvitálod. A szuvidolod? Szuvidolod? Igen, a szuvidolod nem kap meg, lehet, hogy félülős lehet majd készíteni egy képet. Na, beszereltek kamerákat családok autójába, és tesztelték a Melbourne-i egyetem kutatói, hogy mennyire balesetveszélyesek azok, akik gyerekekkel vezetnek. Ha már ilyen gyerekes témánk van, 12 család autóját szerelték föl kamerákkal, és a kísérletben résztvevő családok átlagosan 2, 1 és 8 éves gyermekkel rendelkeztek. Érdekes egyébként, mert hogy az összesen 92 utazást kielemezték, és megnézték azokat a pillanatokat, hogy baleset veszélyesebbek-e azok a családok, ahol gyerekek vannak, mint ahol mondjuk valaki egyedül vezet, vagy úgy, hogy csak mondjuk a párjával beszélget, vagy mobiltelefonál. És kiderült, hogy rettenetesen baleset veszélyes az, ha gyerek ül a hátsó ülésen. De érdekes. 92 vizsgálatból 90-ből fordult elő, hogy az átlagosan 16 perces utazások során a vezetők átlagosan 3 perc 22 másodpercen át figyeltek egyebet a vezetéshez nem köthető dolgokra. Hátulutazó gyermekeket tették felelőssé, utána jött csak a mobiltelefon és minden más. Tehát nyert az, akiknél gyerekek vannak. Az a legbalesetveszélyesebb. Az egy ötöde az eltöltött időnek. Ha 16 percet néztek, és 3 perc valamennyi. Egy ötöde, amíg a gyerekkel foglalkozol, és mivel a hátsó ülésen ül, hátranézel, így van. Hátra is fordulsz. A gyerekek jelenléte kiderült, hogy 12-szer zavaróbb az autóvezetők számára, mint a mobiltelefon, és hogy állítólagosan a kísérlet alapján az apák engedékenyebbek. Tehát kiderült, hogy az anyák nem fordulnak, hát egyébként nálunk is így van. Tényleg? Nálunk a Viki nagyon szigorú.
Tehát ott tart, hogy Benny vezet, már hogy nem, Benny végén Benny. Na. Nem, mi is mondtad, hogy megvan a jogsia. Mi meg azt, hogy mennyire szigorú a Viki. Igen, mi meg a átsülésen kártyázunk a Vikivel. Hogy, de hogy lehet ilyen, de tényleg, hát egy házi sárkány. Hát most érted, mindig mondom, hogy Benny, hagyd már, vagy Viki, hagyd már vezetni, gyere, koncentrálj a kártyára. Nem, tehát ha Viki vezet, ott nincs hátranézés, nincs hátraszólás, rászól a Bennyre, hogy Benny, vezetek, semmi. Én folyamatosan hátranyúlok, hátraadom, vigasztalom. Hátramászol. Hátramászol, lábbal rögzíted a kormány. Lejti a kis gesztenyéjét, akkor megkeresem neki ott alul a kis gesztenyéjét, visszaadom. A kis gyurmáját, nem tudom, eldobja, akkor megkeresem, visszaadom, akkor nagyon tud tisztizni. Lejti a petroleum lámpát, meggyullad a kanapé. Visszaadom. Eszik valamit, akkor kiejti a banánt a kezéből, akkor felveszem a banánt, megfújogatom, visszaadom. Ti hogy csináljátok? Nálunk nincs szigor, ha én vezetek. Semmi. Nálunk pont fordítva van. Te vagy a szigorú? Igen. Igen? Igen. Ja. Most, hogy ezt gyorsan így végig gondoltam, hogy ez, hogy vezetsz egy kézzel, és közben az ülésed mögött matadsz, hogy a leejtett cumis üveget, vagy valamit föltedd. Nálam ez baleset veszélyes. Rettenetesen nálam a Benny azt elérte, a Viki szoktatott le, hogy csikizem a lábát menet közben. Föltette a két első a Vikinek a háttámlájára, fölhúzta a kis nadrágját, és az apuci csikiz. És félkézzel vezettem, tudod, és mondta Viki, mindent a gyerekért. Ugyan meghalunk közben, de mindent a gyerekért. Mindannyian meghalunk, nem érdekes, félkézzel vezetek, ugye vált, hogy nem kell automata, és a jobb kéz hátra, és csikizem a gyerek lábát. Aztán óriási. Rájött, Viki leszoktatott erről, tehát mondta, hogy nem vagyok normális, most már azért nálunk is regula van, de hogy mi idáig jutottunk. Félkéz vezet, csikiz gyerek. Nálunk bal láb, jobb láb. Judit azt mondja, egyszerre tud telefonálni, sminkelni, és a gyereket etetni. Azt mondom neki, béka, normális vagy. Tehát, hogy bármi történik, ott egy pillanat alatt valamit kell. Na de mondjuk csak te vagy meg a gyerek. Aha. Lejt valamit. Két választásod van. Vagy végighallgatod, hogy üvölt, hogy lejtette, vagy inkább hátranyúlsz és visszaadod neki. Értelemszerűen inkább hátranyúlsz és visszaadod neki, kockáztatva ezzel a vezetés élményét, nem? És elmagyarázni, mondjuk nekem sose sikerült, de egyszer megpróbáltam, hogy mindjárt odaérünk, kicsim, és akkor megkapod. Nézd meg, milyen szép a táj. Nem érdekel! De te semmit? A macit akar, nem, én nem merek. Ha már, hogyha úgy megyünk, hogy ugye két felnőtt van, akkor az könnyebb, de ha én egyedül vagyok velük, vagy az egyikkel, csak akkor nem. De nem. Tudják is, hogy... Tudják, hogy igen, megmondom neki, hogy figyelj, ott a kiflicsücsök, az, ha lejted életem, az az életbe többet ez a jobb egyébként, tehát ez a jobb megoldás. De hát azt egy idő után úgyis én megállok, mondjuk, ha olyan helyen vagyok, egy kicsit gyorsan kiszaladok, gyorsan... De körforgalom. Persze, bocsi, mert nem ott előcsítem a kormányt, meg egy irányú sebességet, és hogy menjen. Elnézést, kifigyücsőt keresek. Nálunk, mikor Virág kicsi volt, mi volt a helyzet? Hát nálunk terror. Nálunk terror, a hátsó ülés, nálunk a gyereknek a traktusa úgy nézett ki, ilyen 3-1 volt, hogy a papírírószerbolt találkozik a könyvtárral, és a játékbolttal. És ja, egyébként akkor már 4-1, igazad van, ugye vásároltunk neki egy ilyen fakkosított, ilyen kis a háttámlára akasztató ilyen kis eszközt, amibe gyakorlatilag volt 30 darab különböző rekesz, és azok a rekeszek mindennel, ebben műzliszeletek voltak, ebbe radír, ebbe színeszteruzák, ebbe zsírkréta, ebbe papír, és minden. Tehát, hogy nem is kellett hátrafordulnunk, mert tudtuk, hogy a gyereknek egyébként mindenem van az elkövetkezendő egy hétre. Tehát nem kellett hozzá nyúlni, nem kellett hozzászólni, mindent megtalált. De Moni hátra nyúlt volt úgy, nem, hogy... Nem. Tehát Moni nem. De ha nem. Lehetett volna nagyon... a gyerek? Hát akkor inkább én. Aha. Akkor inkább hát, én, de... És másztál Moni... kicsit pucsítva az anyós ülése, hátrafordulva, igen. Nagyon pucsítva? Igen, és azt látták, hogy nagyon szigorú arccal vezet egy nő, és mellette egy segg. Valamit nagyon kutat. Igen. Tehát nálunk így. Most pedig az a helyzet, hogy az autónkban hál' Istennek van egy ilyen nagyon egyszerűen kis eszköz középen. Egy fal, ami így följön. Egy gombnyomásra följön, egy fal, és nem hallottok semmit. Igen, egy ütés-köpés és lövés álló fal, tehát nem tud hozzánk szólni. Nem, van középen egy ilyen kis napszemüvegtartó, amit hogyha félig lenyitunk, akkor az egy olyan visszapillantó, ami gyakorlatilag az egész hátsó traktust mutatja. Tehát, hogyha belenézünk, akkor már látjuk, hogy mit csinál a világ. Na jó, de ha kér valamit, hát akkor azért azt oda kell neki adni. Én a legnagyobb kurkászó vagyok. Tehát én csak, hogy megúszom a hisztit, átadom a Vikinek a kormányt, átnyúl, öv kicsatol, és megyek hátra. Ahogy te vezetsz közben? Igen, mert autópályán megyünk, és a gyerek lejti a hóemberét. Én nem bírom. De miért nem megy a Viki hátra? Tessék? Ja, a Viki nem adja. Nem, mert a Viki azt mondja, hogy legyek szigorú, nem menjek hátra. Igen, igaza van. De igaza van. Annyira sajnálom, tudod, mikor üvölt, hogy neki... Hát ott egy ilyen kihajtó, megállsz, kimászol. Jó, ha nagyon nagy izé van, ha tudom, hogy látom, hátranézek, látom, hogy hol van. Aha.
Na nyugi, Benni, mindjárt. Már megtaláltam. És akkor elindul a kutatás. Igen, hátra. És már csak egy ilyen résen lát. Ki, hogy már az eget látott. Nézzek, megvan a hóember, megvan a hóember. Meg a Benni mindig valamit bevisz a kocsiba. Tehát ő vagy eszik az autóban, vagy viszi a kis műtyűrjeit. És ugye nyilván olyan apró dolgokat, hogy azok azonnal kiesnek a kezébe az első kanyarnál. Mondjuk én is észrevettem magam, hogy a bal vállap sokkal jobban ki van lazulva, mint a jobb, és valószínűleg ez már ennek köszönhető. Mert megszoktam, hogy bármi van, akkor nézd, mereven előre az utat, de egyébként a kéz már indul hátrafelé, és nyújtom neki hátra, bármit kér. De azt nem hagyom, egyébként is a hagyom, hogy a monit vezetés közben zavarja, illetve a monit nagyon következetes ebből a szempontból olyan, mint nálunk, igen. De érdekes, hogy a kutatásból is az derült ki, hogy a csajok sokkal szigorúbbak. A Vikinél a gyerek annyira tudja, hogy semmit, és ő csinálja semmit. És látod, mi az érdekes, hogy a Benni is tudja, és nála nem egy. Persze, nyilván, hát a következetesen. Apunál. Igen. Mert apu majd mókásan hátra nyúl. Tehát néha napján, mit tudom én, eszünk valamit a kocsiban, mit tudom én, sült krumpli, vagy valami, vezetek, szálanként majonéz bemegy, és egyenként adom hátra. Igen. Egy hónapban egyszer, mikor a gyerek ehet sült krumplit, és így eszünk. Viki rosszul van tőle, nem hiszi el. Hátraadja, tudod, és kész. Igen, ha ő ott van, akkor megeszi a gyerek egyedül. De ez jó egyébként, mert a gyerek is fegyelmezett lesz, ő is hozzászokik. Én most már sajnos saját magamon tapasztalom, hogy bármit kérek tőlük, a Virág soha nem szokott hátra nyújtani semmit nekem a gyerek ülésbe. De kicsatolhatod magad, vagy a Moni rátszol, és csak pihenőnél szállhatsz ki a gyerek ülésből? Nem, ilyen biztonsági zárás, hiába vergődök, hiába dobálom magam, hiába hiszek, semmi. De a kis talpacskáidat fölrakhatod a Moni fejtámlájára? Úgy van, hogy nehogy összesarazzam, le van takarva. Le van takarva. Ezt a csikizőset, ezt nem csináltuk még. Már milyen csikizőset? Nem, hát mert én a Virág mögött ülök, tudod? És akkor fel tudom neki rakni a lábamat, és akkor meg tudja csikizni. De ezt a csikizőset, ezt még nem, ezt kipróbáljuk. Csináld úgy, hogy amikor benne ülsz a gyerekülésbe, fölhúzod a kis nadrágodat, fölrakod a Virág fejtámlájára. Nem, gyerekülés, csak az ülés magasító. De te minősz az a nyűsülésén dobogon? Vagy mi van? Ha van, az a kicsit le lehet szedni. Vagy két párnám? Vagy? mi van, ne, a feneked alatt? Elhoztuk anyám tiszta szobájából a Dunhát. Behajtogatja, jó az. Anna, nálatok ez hogy van? Vagy ki a szigorúbb? Nálunk. Mi van? Péter, mi van, a Karina Péter, valamit kér? Hát Péter szigorú. Ő vezet, vagy te vezet? Nem, ő vezet. Én nagyon-nagyon ritkán szoktam, és szigorú. Megmondom, nálatok nem is lehet enni a kocsiban fogom. De lehet, de hogy nem, olyan rumli van hátul, keksz, meg ropi darab, meg minden van, de hogy nem lehet. De szigorú, szóval nem. Nem enged semmit? Nem, hát semmit. És akkor te mászol hátra? Van, hogy mellette ülök, és akkor így tehát hogy kiszolgálom a művésznőt. Igen. Egyébként ez az evés is jó kérdés, hogy ki mit enged, nem? Miért lehet? Olyat, valamelyik hallgató is írja, hogy nála nincs evés, nincs ivás, és mész egy 3 órás úton, akkor... Igen. Megállnak. Tudod, hányan csinálják? Nagyon sok pasinak az autó szent. Igen. Mondta, be nem, persze, nekem is egy barátom, semmit. Nem, hogy ennem lehet, hát, amikor beszállok, még érjük, nekem is kell lekevenem a cipőt. Olyan rend van a kocsiában, hogy ott sem, egy morzsa meglát egy morzsát, beleőszül. Nagyon sokan csinálják, hogy nem ijat a gyerek. Én olyat engedek, amit ki lehet porszívózni. Olyat nem szeretek, amit bele lehet kenni, meg bele lehet egy szépen pörköltet nem ehet. Mondjuk azt nem, csülökkel, pékné módra az nem. De tudom, csoki, ilyesmit nem szabad. Azt nem engedem én se. Sütemény, ilyeneket nem. Tehát ami elkenődik, maszatos lesz. Ropi, keksz, akármilyen kis gabonaszeletek, mehet. De milyen durva, hogy ebbe a csajok szigorúbbak, nem? Ha. Hogy következetesebbek tudnak lenni a gyerekkel. Vagy hogy keményebbek. És mi az oka vajon? Ők takarítják a kocsit? Vagy tesszük? Ők takarítják a kocsit? Vagy nem, a pasi puhábbak. Igen, ebben. Puhábbak vagytok szerintem is a nők azért. Én is szigorú vagyok, tehát hogyha most a vezetést kiiktatjuk, akkor én vagyok a szigorúbb. Tehát nem Péter, én vagyok, aki este azt mondom, hogy most pedig lefekvés van, és kész. Igen. Van. Tehát a Péter az még mesélne, még egy kicsit bújik, még nem tudom, hát szerintem ti így vagytok össze. Még egy kicsit van bújik, jól. De őt is helyre teszed. Persze. Elég volt. Maradsz helyre! Alul vagy is, punktum! Abba van kompromisszum. De gyereknél tényleg én vagyok a szigorú. Jó, hát erre csak egyet tudok mondani. Vágli. Vágli. És kérdezzük meg, hogy Norbiéknál ki a főnök? Vágli. Egyértelmű. Norbi, mit tesztek karácsonykor? Vágli. Hát, mi a kedvenc kaja otthon, Norbi? Vágli. És mi volt tegnap a vacsora? Vágli. Mi lesz ma? Vágli. Ez a bágli nagyon nagy. Nagyon nagy. Na jó van.
Nálatok lehet kajálni? Persze, bármit. Igen, dőzsölés van? Bármit, aha. De mi levágtok egy fél marhát a kocsiban? Sőt, hát, ó, hátul be van rendez a kolbász töltő, és ahogy érted, hátulról megy be az anyag, a két gyerek között jön ki a kolbász, már eszik is. Nem érdekel, akkor az autó az azért van, hogy éljél benne. Hát mondjuk, amilyen úgy is néz ki, tehát hát sokan nem is. Kapunk érte majd, de... Nálunk egy szabály, hogy a Beninek le kell venni a cipőt. Mert összerugdossa a de miért nem teszel fel ilyen nejlont az ülésre? Vagy ez gáz? Nem szereted? Nekünk van. De hogy néz nem, meg? Nem, sehogy nem néz ki. Egy átlátszó nejlon, nincs rajta semmilyen minta. Ne, de van szörnyű. Nekem nem jó, akkor beteszek majd ilyen fagolyos hátmaszírozót. Jaj, ne! Jó, és utána berakok egy műgyantás lovaskocsit a váltóra. Sokkal macerásabb. Nem mondd már, beszállt csizmával, levenni a csizmát. Én leveszem. Én úgy teszem be az ülésbe, hogy azonnal veszem le a cipőt. Én már tudja, hogy rúgja le magáról. Nehogy legyen a cipő. Bármit csinált a gyerek. Lehet kapni egyébként vajbőr háttámlavédő, vajbőr háttámlavédőt. Nem, én ezeket a plusz kiegészítőktől rosszul vagyok. De nem olyan hogy gáz, nem gáz, nem gáz, hidd el. Akkor vegyél olyat, ami itt ilyen tartó, és akkor beleteheti a kis dolgait. De attól a lábát, attól a láb azért összerugdaja. Ki lehet mosni, nejloni, letörődött. De akkor ti is az a család vagytok, akiknek teniszlabda van a vonóorgon, nem? Persze, hogy ne. Vagy hogyha ha nem teniszlabda, elvész esetleg, akkor öblítős kupak. Persze, öblítős kupak. Neked van ilyen műanyag védőd? Ilyen hányás fólián? Van az ülésen. Igen, de neki elől. Nekünk ez a hogy kérdez. Neked a műszerfalon, igen, jobb oldalt a kecsű tartó fölött. Ez a cáig tartó ilyen gyerek cucc, az tökéletes erre. Abszolút. Te se fóliázod le a hátsó ülés, nem? Így van, és hogyha mondjuk masszatos lesz a szája a sok kajától, akkor megtörli a róka farokba. Mert akkor van mert az is van természet. Nekem ismerős távkapcsolt fóliázott le, folpakkal. Jaj, ez Folpakkal. Egy másik téma lenne, na, majd jó, de csinálunk egy ilyen nevet, ezektől rosszul. Nem, rossz. Nem, jó, nem, jó. Cuccot, ne kopjon le. Rosszul vagyok mikor ezektől. Mikor adod el 10 év alatt, semmit nem. Annyira prostó, már bocsánat, annyira kispolgári. Én tényleg. Ezért nem is csinálom már évek óta. Vagy egy kicsit én szoktattalak le erről. Tehát abszolút nem. A befóliázott távirénytanál nincs prostó. Annyira az durva. Berohadnak alatta a gombok, és a feliratoknak a festéke bepuhul, és lejön. Én ezért hagytam abba. De volt! Be volt fóliázva a távirányítót. Nem fóliás volt egyébként, hazamegyek. Hanem úgy van, hogy a kicsit eltértünk a témától, bocsánat, de azért ezt meghallgattam. A műszaki cikkeknek ugye az alap alkatrészei, meg az ilyen tartozékai, azok ilyen kis nejlon tasakokban vannak berakva. Ne csináld! És abba tetted bele? Ha visszatettem, mert ugye beraktam az elemet, visszacsukom. Visszatettem a nejlomba, és lemagasztottam. De figyelj, akkor miért nem alufóliába tekered, és lyukaszgatod ki a gombokat, hogy lásd, hogy melyiket nyomod? Vagy teszed be egy uzsis dobozba a távirányítót, és ütsz rá lyukakat. Az a baj egyébként, hogyha valaki hozzánk átjön, akkor egy kicsit az az érzése, hogy le fogjuk mészárolni, mert minden le van fóliázva. De a vécéülőke is? Tessék? A kádat is, mint egy ilyen bérgyilkos szindróma, vagy kifóliázatok? Nem, a vécéülőkét ezt azért nem használjuk, hogy ne kopja, mindig felhajtjuk. Csak fajancra ültök? De a papírdobozok megvannak még, a műszaki eszközök papírdobozai. Hogyne volna meg. Ugye? Jani, de nyugtass meg, hogy az ülő garnitúrán nincs fólia, ugye? Ugye nem úgy éltek, nem hogy fólián csúszkáltok? Azon ülésvédő nem kell, a viaszos vászonra nem kell. És Jani, direkt olyat vetünk, ami slagolható. Annál nincs pronyobb, mikor az ülés garnitúráról nem veszik le a fóliát. Én láttam, én nem akartam, én sírva fakadtam. De akkor lehet, hogy azt hitték, hogy az a kárpi. Azt tetszett meg nekik valójában. Jó, arcos volt 3 évvel, nektek is rajta volt. Jani, valaki átjött, szólt, hogy ez nem kellék, és akkor gyorsan levettétek. Monitoron ez a nejlon, amit tudod, ilyen védőnek van, az rajta van? Tudod, van egy ilyen nejlon, amit így rákasztak ilyen védő. A fejet. Egyébként igen. A Janinak 3 éves laptopa rajta van a monitor védőfólia. Azért mondom, hogy az ha, azt hiszik van. Elég, persze. És az esőkabátra is tesztek fólián? Az esőkabátra? Vagy azt teszitek az ülőgarnitúrára? Csak kifordítva hordom, hogy ne kopjon a színe. Na jó, kicsit elkanyarodtunk a témától, ezt majd valamikor megcsináljuk. 8:30 pontosan, 2 perccel. Ki a legnagyobb vezetés közben gyermek elhallgattató? Így várjuk az SMS-eket, mi pedig jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show. 3:40 pontosan, jó reggelt kívánunk mindenkinek, hello! Hello! Baleset a Stefánia úton Zuglóban, nagy a dugó, és a Fogarasin az UMV kúttal szemben drága fotók készülnek, gyalogkakuk, üzente ezt nekünk. Új kígyósom! Hoppá! Mi van a kicsiny falumban? Na képzeld, a Petőfi utcában a magas fekvőrendőr megdobott egy buszt, ami villanykarónak csapódott, az utcát áramtalanította. Kidöntöttem. Na most, ha az iskola előttiről ír a hallgató, azt ti nem hiszitek el, de tényleg 1 méter magas,
föl kell hajtatni egy rámpán, ott egyenesbe állsz a kocsival, és le kell hajtatnod. Ha kis, alacsony az autód, akkor fönnakadsz a tetején. És ráadásul még az van, hogy a két széle is így le van vágva, tehát valószínűleg oda ment rá a busz, és úgy. Az valami nagyon-nagyon brutál, mondjuk az iskolások védelmében meg is értem az új kígyósiakat. Hmm. Vége. Egy új kígyósi közlekedési hír, gyerekek, 30 éve. Most futott be az első egyébként, tényleg, nagyon nagy. Nagyon nagy. Van már rólad elnevező valami, Feri? Persze. Egy Rákóczi is, dűlő. Hát több utca is van, Rákóczi utca. Rákóczi dűlő, igen. M7-es Kanizsa felé 145-ös kilométernél szintén fotóznak, ezt Gaba küldte nekünk. Valamint az M3-ason a 124-es kilométernél Budapest felé baleset van, csak a belső sáv járható. Lassul picit a forgalom. Gyál és az M5-ös között az M0-áson Nyíregyháza irányában raklapok az úton, sokan kapnak defektet, azt is próbálja mindenki elkerülni, és a 61-es villamosok a Szélkálmán és a Hűvösföld között már újra járnak, mindez ideig pótlóbuszok jártak, de újra járnak. Úgyhogy ott minden rendben. Na, egy-két SMS csak ugye itt a vezetésről beszéltünk ki, hogy oldja meg a gyerekkel kapcsolatos hisztit, ki mit enged, kit mi nem enged. Jött egy SMS, ebben van igazság egyébként, hogy a nők valószínű azért szigorúbbak a vezetésnél, ha mondjuk gyerekül a hátsülésen, mert hogy kevésbé biztosak a vezetésben. Ez egy jó meglátás sokszor, nem mondom, hogy a nők rosszabbul vezetnek, de hogy ugye bizonytalanabbnak gondolják magukat, és ezért nem hagyják elterelni a figyelmet. Sokan, ez egy hallgató írta, ez érdekes meglátás. Nálunk a gyerek egy hangosabb kussoljatokkal jelzi, hogy legyen csend. Jó, elég hatásos, így ez Spike. Hány éves még, azt írd már meg. Igen, ezt sem küldtem. Én be se ültetem a gyereket a kocsiba, megy gyalog. 3 éves, és jár. Igazabban. Szigorú, de hatásos. Ja, adsz neki jegy, vagy még 3 évesen nem is kell jegyet venni a BKV-nál, kell, nem kell. Minden utazhat, igen. Hát akkor meg el tud menni, hova akar. Nálunk kiszizett a gyerek az autóban, azt mondta, ki akar szállni, mert nem hajlandó tovább utazgatni velünk. Én megálltam és kiraktam, azóta nem akar kiszállni a hisztizik, írja Ildikó. Azon gondolkodom, hogy például Norbéknál a kis Lara mit szokott tenni a hátsülésen? Mi lehet a kedvence így karácsony környékén? Jó kérdés. Bágli. De mákos díjos, vagy csak sima bágli? Bágli. És a mindegy neki valószínűleg. Tehát az a, egy a lényeg, hogy már ne legyen más, mint bágli. És mi lehetett Lara jele az óvodában? Bágli. És Norbi jele? Bágli. És Réka jele? Bágli. Hogy vettek mostában Norbit? Bágli. Kiváló. Tehát primitív. És mi lesz? Várjuk, ki a kedvenc harcművész? Bágli. Bágli. Bágli, a nagy koreai harcművész. Igen. Koreai-lapföldi. Koreai-lapföldi, Bágli. Bágli. Na jó, Norbi, oké. Abba vagyod most már? Bágli. Na, ha sír a gyerek a kocsiban, akkor feltekerem a rádió hangerejét, amikor a mélyládán és hangszorokon keresztül megszólal a 2500 watt, először megilletődik, majd 10 perc ordítás után megnyugszik a mélyláda masszírozó hatása miatt. MacGyver írta ezt nekünk. Ez a zene feltekerés egyébként, ez hasznos, sokan csinálják. Anyósom úton a Balaton felé, körülbelül 200 km 4 unokával, a gyerekek összeverekedtek a hátsülésen. Pest közepe, vészvillogó kitesz, kiszáll, megrakta őket, mint paraszt a szekeret, csend lett. Ennyi. Az, amikor négy gyerek verekszik. De hogy? Hátul három egyelől? Hát valószínűleg. És akkor mi megállsz a körúton a belső sávban? Vészvillogózol? És csak azt látják, hogy egy vérmes nagymama püföli a gyerekeket? Vagy hogy lehet? Vérnagymama? Vérnagymama, igen, a vérnagymama támad. Igen, hát jobb a szigor nyilván. De néha egyébként ezek a drasztikusabb módszerek, ezek tényleg azt gondolom, hogy elég hatékonyak. Nálunk volt egy nagyon kedves esetünk, a sógornő vitte valahol egy alkalommal a virágot, és a virágállata leszette ezeket az öntapados árnyékolókat hátul, és a sógornőmet picit zavarta a vezetésben az, hogy állandóan hallja ezt a cupogást, összeszólt neki, mondta neki, virág, léci, ne szedd, virág, léci, ne vedd le, na, léci, kérlek, na, és megunta, és azt mondta már, hogy ne vedd le! Annyiba maradt, és aztán a virág hátul megszólalt. Én már sohasem leszek boldog. Akkor a duma. De cuki. Új autót vettünk, fél órás oktatást kaptam, hogy ezentúl nincs evés az autóban. Semmi. A következő piros lámpánál totára törték az autónk hátsó felét. Kicsit nagyobb kár, mint egy banán elmajszolása, igen. Na jó van. Köszönjük szépen az SMS-eket, mi pedig megyünk tovább, hármasugrás, játszunk már is valakivel. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Spikey megírt, hogy 4 éves a kis körök egyébként, aki üvöltözik a kussóját. Szép, igen, kemény. Halló, jó reggelt!
Sziasztok, fiú. Júli vagyok. Hello, szia. Júli. Honnan hívsz minket, Júli? Jelenleg Budapestről, de albertigesfehi vagyok. Albert is. Egyébként még akár azt is mondhatod, hogy a szerkesztőségi szobából, mert még hasonlít egy picit a hangod a mi Júlinkére. Igen. De ez múlt héten is volt Albert és Sáro. Igen, igen. Mi van itt? Mit tudtok ti Albert írsaiak Anna felé nyújtani? Mit küldtek Annának? Mit igen? Adtok Albert írsaiak Annának? Hát, mit halljuk, így összetartunk, uh-huh. tudjátok. Te emlékszel, hogy Szilvi volt, vagy ismered az Albert írsai Szilvit? Csak emlékszem. Ja, emlékszem. Uh-huh. Mivel foglalkozol, Júli, mit csinálsz? Én ügyfélszolgálatos vagyok egy szakmatos légitársaságnál. Oh. Az Albert írsai kihelyezett tagozatnál, vagy? Persze, persze. A V betűsnél? Rózsaszín? Igen, igen. Uh-huh. Miért van az, hogy neked is van kérdésed? Nekem is van. Van. Miért az, hogy csomószor folyó minket és törik a magyart, hogy Szlovákiában van a központ? Hogy nem. Rengetegszer beszélek kezelővel, és azt hallom, hogy nem beszél jól magyarul. Uh-huh. És megkérdezem, hogy figyelj, te töröd a magyart, és erre azt mondja, erre nem válaszolatok. Ez nem az üggyel kapcsolatos kérdés. Uh-huh. Múltkor kioktattak. Hogy semmi között. Hogy menjek ma felé, ne kérdezek ilyet. Ez miért van, Juli? Hát én ezt nagyon szívesen elmondanám, de azt hiszem, hogy akkor holnap nem kellene jönnöm dolgozni. Ó, nem mondj olyat, ne, azt nem akarjuk semmiféleképpen. De most nem melóban vagy. De, igen. Ügyfélszolgálatos. Ja. Nem vagy melóban, mondom, nem vagy melóban. Most otthon vagy, otthon és Károly vagy egyébként, van. És Miskolcról beszélsz, nem Albert Hirsáról. Nem. És kellemetlen kérdésekre nem válaszolni magának. Igen. Balázs Sebestyén úr. Kicsit törd a magyar. Milyen hülye prostó tempó ez, hogy ilyeneket kérdez Balázs, hogy miért töröm a magyar? A foglalásával kapcsolatban kérdezem. Az meg nem megy, mi? Biztonsági okokból a felvétel készül a beszélgetés. Te tényleg sűrű hívtam minket. Beszéltél már velünk? Nem, írásos panaszokat kezelek csak. Ja, te írásos panaszokat kezel. De van olyan kolléganőd, aki emlékezett ránk, hogy mi már hívtuk, mint ügyfelszolgálat? Nem tudok róla. Nem. Képzelni el, Júli, betelefonálni Balázs. Na jó, Júli, nem faggatunk tovább. Szereted a munkádat? Nem tűnye kérdés erre, mit tud mondani ezen? Persze, hogy szereted. Persze, hogy szereted. Milyenek a kérdések, Jani? Viszonylag könnyek. Ugye a múltkori játékon már kifutott, tehát plusz ajándékunk ebben az esetben tudomásom szerint nincsen. Én ezt egy kicsit sajnálom, ugye? Én is sajnálom. Oké, na jól van, így szól az első kérdés dedikált nyakbalkasztóért. Mi a keresztneve a rajzfilmhős Mézga Aladár testvérének? Tiszta gyagya. Igen. Így van. Mehetünk tovább? Menjünk. Így szól a második kérdés dedikált szatyorért. Melyik kontinens része tűzföld? Dél-Amerika. Így van. Jaj, te! Ott van internet a fapadosoknál. lehet már ilyen szilikon nyomógombos billentyűzeteket kapni, annak nem hallatszik a hangja. Hát jó, majd tovább terjesztem a felső vezetésnek. Jó, de egyébként lehet segítséget használni, nincs ezzel baj. Nincs megtiltva. Mi legyen a harmadik kérdés? Milyen témakör? Nehéz. Nagyon nehéz. Hát kérdezzük meg Norbit. Norbi, mennyire nehéz? Bagli. Hát? Egytől ötig mennyire nehéz, Norbi? Bagli. Szerintem, hogyha 80 után születtél, akkor nem hiszem, hogy annyira beépült a dolog. Akkor is. Igen, 80 után születtem, akkor... Szerintem állj meg. Hát, ha csak nem tud gyorsan gépelni, de ugye ügyfélszolgálat, és ő levelezik az utasokat. Marha gyorsan gépelek. Jó, menjünk neki? Uh-huh. Jó, így szól a harmadik kérdés dedikált sapkáért. Melyik híd volt látható a 2000-ben bevont 50 filléres pénzérmén? 3, 2. Várj! De gyorsan. Erzsébet híd. Nem mondhatod, 3-2. De még nem ütöttem le az ezért. Ja, akkor... Jó! Juhu! Még akartam egy kicsit várni. Feri szigorú volt. Ne legyetek szigorúak. Nem vagyunk. Végre egy lány játszik veletek. Ne legyetek szigorúak, kérlek. Nem vagyunk. Várjál. Könyörök. Oda adja? Már adottuk. Ja? Na, akkor
legyen meg kicsit dráma. Nem adjuk. Na, odaadtuk, már nem tudjuk visszavonni. Jól van, ügyes vagy. Tényleg gyorsan gépesz. Mit ütöttél be? Mi volt a hívószó, Juli? Híd? 50 fillér 50 forintos. Vagy mi? Várja, nem is tudom. Már azóta kijöttem a teremből, hogy ne hallják, hogy örülök. Ja, mi ott mindenkinek szomorúnak kell lenni? Vagy mi? Baj, ha vidámak a kollégák? Jó, Juli. Nem, az nem baj. Oké, küldjük neked az ajándékcsomagot. Jó, ügyes voltál. Nagyon köszönöm. Ciao. Nagyon örülök. Hello. Ez volt a hármasugrás a Morning Show-val. Készülj a következő megmérettetésre. Kerepesi úton befelé 2 óránál csodálatos szivárvány az égen. Uh-huh. Na. Végre valami jó hír. Igen. Norbi, te látod a szivárványt a Kerepesi úton? Vágli. Norbi, mit adsz a gyerekeknek, ha hiszik a kocsiba? Vágli. Vágli. Ez a pufillekvár. Csak ez adhat életerőt. Soha el nem uró akaratot, hogy mit adott a pufillekvár? 3 perc van pontosan, 9 óra, jönnek újra a hírek, aztán itt vagyunk is. 9 óra, múlt 10 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, drága Morning Show hallgatók, itt vagyunk. Hétfő van, december 9-e, és egész héten ilyen 2-3 fok. Jó időnek nem mondható, de nem is lesz nagyon rossz idő egyébként. Tehát nincs ez a nagyon hideg, ónos esős, köcitálós, mínuszos, hanem egy ilyen laza, ilyen december elejé idő. Ezt most jó, megmondtam a semmit, nem? Tehát itt próbálok terelni, mert fogalmam nincs, milyen idő lesz. Nem, nyilván ilyen +3 körül lesz egész héten a csúcsőmérséklet, semmi komolyabb csapadék. Sőt, 10 fokig is melegedhet akár. Igen? Azt nem olvastam. Tényleg? Okay. És nem tudom sajnos beízítani az új sínadrágomat. Tehát vannak melegnadrágok, sínadrágon kívül is. Kaptam egy ezt a sínadrágot. Kaptam egy ilyen kupont. Hogy ja, mindent ja, hát azért, mert egyébként fura volt, hogy egy sínadrágot veszel kutyasétáltatáshoz, de hogy egy kupon alapján úgy már le kellett vásárolni? Lejár december elején? Nem, volt? Csak adottam, akkor már beinvestálunk egy ilyenbe. Úgyhogy érted, nem tudom, nem tudtam, hogy mi, csak azt tudtam, hogy rohadt meleg. Védi a derekát. Csomó, ugye? Össze tudod húzni a lábszárnál, hogy ne menjen be a kis hó. Kicsit hülyén néz, aki kicsit ilyen csoszok vagy egy ilyen sínadrágban, de nem rossz egyébként. És mennyivel volt olcsóbb egy kuponnal? 2000 forinttal. Az amúgy egyébként sok ezre sínadrág? Aha. És csak azért vettél, hogy éreztesd újra, hogy 2000 forinttal olcsóbban? Ja, azt hittem. Nem megnézte, hogy mert így akkor húsz bukóba vagy. Nem, úgy van, hogy vannak ilyen hűségpontok, és akkor a hűségpontok után adnak mindig egy ilyen kupont. Minden évben elküldenek egy ilyet. És akkor felpróbálod, és ott csoszogsz a... De, hogy próbálom, hát hülye vagyok én. Persze, hogy felpróbálom. És megnézted? Igen, átmentem a gyerekosztályra, és akkor ott meg... És ott volt jó. De, egyébként most tényleg, hát a 165 centis cuccok, azok ott vannak. Aha, de olcsóbb. És átmentem. Dehogy olcsóbb, nem olcsóbb. Ez egy picit olcsóbb, de néha vannak megdöbbentő tapasztalatok, de általában ott szoktam magamnak találni. A felnőtt osztály, ez nem az én terepem. És akkor ott a sok zsibongó gyerek között te is vásárolsz? Anyuka, menjen onnan, az az egyéb, az utolsó darab. Verekedsz a 10 éves Pistikével a poróba fülkér? Nem, csak arra jövök, a homlokának. Lefejeledés. Meg azért, hogy 10 évesekkel már nem kell kecskedni. Hát a rosszul járunk. Na nézzünk egy friss közlekedési hírt. Nincs már lezárva az M3-oson a 128-as kilométernél Budapest felé egy sáv se. Tiszta minden. Gergő a Szivaros küldte nekünk. Valamint súlyos baleset van a Stefánia út 105 előtt, csak egy sáv járható, üzeni Perec. Király volt Juli, hajrá Albert írsa. Itthon vagyok, az utcánkban zavartalan a forgalom, köd nincs, írja egy hallgató. Egy kamion legyalult a szalagkorlátot az M6-os Fácánosi pihenőjénél, az Ercsi lehajtónál vesztegel, mindenki figyeljen. És van egy trafink a 4. kerület Fóti úton, a Megyeri út előtt körülbelül 200 méterre, a külső Váci út felé haladókat mérik, a lejtőről lefelé haladva. Ezt pedig Gyula küldte nekünk. Mennyire vetted a sínadrágot? Csak milyen gyerekemnek kéne venni. Tényleg. Majd mondok tippet. Jó. Jó. Tehát az, hogy 45 ezerért láttam sínadrágot, vagy meséltem? A viccelsz. 45 ezerért gyereknek, de nem magadnak, gyereknek. Kéne a két gyereknek ilyen télálló nadrág, meg kinőtték. De ahhoz nem kell sínadrág. Tehát azért most az tök mindegy. Mindegy egyiket, hogy hívjuk, mert igazából egy gyereknek, hát ez nem normális. Egy vízlepergető meleg nadrág, tök jó. Virágnak hát igen, attól fog, hogy hányszorosan impregnált, hogy van. De egy évig tudja használni egy gyerek nadrág, felnőtt nadrág. Nem ér, nyilván nem éri meg, persze. Tehát ez akkor jó, ha te mondjuk sokat sielsz, és akkor egyszer beruházol egy jó felszerelésre, mert azért az meghálálja magát, mikor ülsz a felvonón.
mínusz 10 fokba bever a hideg és nem fázol, az, az tud jó lenni. De gyereknadrág 45 ezerért, hát az tényleg nonsense, persze. Na, fotópályázatunkról csak kettő mondat, morningshow.hu. Szeretnénk azon szülők életét egy kicsit megkönnyíteni, akiknek hisztizik a gyerek. Senki ne vegye ezt túlságosan komolyan, hogy most a síró gyerek, itt jött egy e-mail, hogy felháborítónak tartják, hogy síró gyerekekről kérünk fényképeket. Tehát aki ezen bosszankodik, nem lehet könnyű az élete. Szóval a fotópályázat lényege, hogy amikor a gyerek nagyon hisztizik, lillul a feje, pirosodik, kigúvadnak az erek a nyakán, a fején, akkor kell gyorsan lefotózni, a leghelyesebben, legcukibban, legsíróbban síró gyereket pedig jutalmazzuk már, mint a szüleit. 50 ezer forintos ajándék jár a fotópályázatért. Így sírtok ti, ez a fotópályázat lényege. Hisztiző gyerekekről szeretnénk cuki fotókat nézegetni. Nagyon jók vannak, ugye? Tehát nagyon-nagyon jó. Nagyon jó. Egy Félix nevezetű kisfiú brutál módon sír. Ha nem is neveztek be, érdemes a morningshow.hu-ra följön és a fotópályázat alatt megnézni. Ez körülbelül két hétig megy, majd lezárjuk, a legtöbb lájkot kapott, legtöbb szavazatot kapott, pedig 50 ezer forintos jutalomban részesül. Ugye készpénz? Készpénzről van szó természetesen, de a második, harmadik helyezetet is díjazni fogjuk. Tehát amikor a gyerek nagyon sír, a hajad égnek áll, arra kell gondolni, hogy most keres a gyereknek sok pénzt. Egy óriási hisztivel a bevásárlóközpontban. Na, jött egy ajándék. Úgy szeretem ezt a karácsonyt, mindig ajándékok jönnek. Elég lapos. Mondjuk nagy, de lapos. Egy kép. Együtt kaptuk, vagy? Csak a tiéd. Csak a tiéd, de ki kell tenned otthon. Bonts ki. Lemegyek az asztal alá, hátha. Nos, levélbombának ez azért túl nagy. Ilyenkor tényleg mindig azt várom, hogy lerobban a fejem. Egy méterszer 80 centis. Jaj, de szép. Balázs. Ez nem normálisak, már látom. De Balázs. Jó! Balázs az M0-ás körgyűrűért. Ez nagyon jó. Ez a fel, és van hozzá egy levél. Kedves Balázs, hallottuk pár hete a Morning Show-ban, hogy örültök az M0-ás déli szektor bővítésének, illetve hogy felmerült a körgyűrű további építésének szükségességét. Te magad is szívesen támogatnád, ezért arra gondoltunk, hogy készítünk neked egy kampányplakátot, amelyel segítünk ebbéli karriered elindításában. Lopper Dániel kommunikációs igazgató. Hát Dani, gratulálok, nagyon jó. És köszönjük. Gyerekek, a háttérben az M0-ás kanyarok, összefont karral pedig Sebestyén Balázs mosolyog, és a felirat Balázs az M0-ás körgyűrűért. Figyelj, tök jó képet választottak. Nemzeti infrastruktúra fejlesztő ZRT. Zseniális. És egyébként, hogyha megfigyeljetek, ez valamilyen elindítás, vagy átadás pillanatában készültet ez a kép, mert igen, van két felvezető autó, és mögötte a civilek sokasága. Ez amikor az új szakaszt átadták, szerintem ez akkor készült. Vagy egy ilyen széles jármű közlekedik. Végre valaki komolyan veszi a törekvéseidet. De jó, figyelj, és nagyon Nereké. Pozitív a kép, mosolyogsz, biztos vagy a jövőben, hogy körbeér az. Nem M0-ás. Lehet más az M0-ás azt, csak én. Ez egész biztos. Tehát, hogy ezt nem engedem át. Ezt nem engedem át senkire. 2020-ra kicsit már botoxolok majd, mire ez összeér, de drukkolok. Mi is kitoljuk majd egymás felével. Igen, kigurultak ti is. Ember nem kampányolt annyit még a nullásért, mint én. Dani, köszönjük. Helyesek, nem? Köszönjük, tökéletes. Szerződést hova várod, azt azért mondd el. Úgy látszik, most már az ilyen nagy állami cégeknél is értik a humort. Ez egy pozitív változás. Nem? Végre. Mérek ingyen csinálom, nem várok szerződést. Nem, te teljesen karitatív. Vagy. Igen. Titus írt, hogy ő küldte a képet. Jó képet küldött, köszönjük szépen. Na, fagyasztóba szorult egy amerikai asszony. Meg kellene fejteni, hogy a dolog hogy történt. Rejtélyes módon eltűnt, majd két nappal később került elő a fagyasztóládából. Elkezdték keresni a nőt, mert kiderült, hogy tornádó közeleg ahhoz az amerikai faluhoz egyébként, ahol ő bebújt a fagyasztóládába, és kettő napon keresztül nem tudott onnan kijönni. Mert elkezdtem rajta gondolkodni, hogy vajon ez hogy történt. Nagyon mély volt a fagyasztó, előrehajolt, nem volt rajta melltartó, és akkor ő egy ilyen megabubsz kategória volt, előre lendült a súly nagy része, és akkor berántotta, de ezek szerint nem, elbújt. De mindjárt megfejtjük, az 50 éves nő családja nagyon megijedt, amikor nem tudták telefonon elérni, elmentek a házhoz, ott nem találtak senkit, fia akkor jelentette a rendőrségen, hogy annyira rejtélyes módon eltűnt. Két nappal később visszamentek a helyszíre. A pincébe érve különös hangokat hallottak a fagyasztóládából. A doboz tetejét felnyitották, és ott volt az asszony összefagyva. Szerencsétlen. Több mint, nem is két napot, több mint három napot töltött a jéghidegben. Csodával határos módon egyébként túlélte az esetet, már jól van. És nem is húzta ki a ládát, mikor belebújt.
Hát azért az úgy nem. Hát az úgy eszembe jutott volna, hogy áramtalanítok. Jön ez a tornádó. Lehet, hogy hirtelen csapott le rá. Volt egy ilyen film, ott atomvillanás elől menekült meg a főhős úgy, hogy belebújt egy hűtőszekrénybe. Az szerintem az Indiana Jonesnak az a legújabbja volt. Nem? Igen, az lehet. Indiana Jones igen. Volt, a Harrison Ford-a. Uh-huh. Ezt előszeretettel használják a filmekben, ezt a funkcióját a hűtőszekrényeknek. Na de várjál, hogy mész, tehát te mondjuk jön egy tornádó, igen? Te otthon vagy egyedül. És azt igen. Mondod, hogy a fagyasztóláda az egyetlen hely, ahol te megmenekülsz. Bemászol a fagyasztóládába, aha. Magadra húzod az ajtót. Ugye? Igen. De nem kell, hogy két napig benne legyél. Ő egy idő után már annyira megfogyott, hogy nem tudod kijönni. Hát, tehát annyira... egyrészt, plusz van egy olyan, a legalábbis a mi otthoni fagyasztóládánk az olyan, hogyha lecsukod, akkor egy darabig nem tudod kinyitni. Igen. Ugye, így lehúzza. Mert odahúzza. Igen, odahúzza, és lehet, hogy ott megpróbált kijönni, de alulról nem tudta kinyomni. Hát, vagy az is lehet, hogy ez a régi típusú, vannak ezek az amerikai hűtőszekrények, ugye ilyen nagy karos, amik egyszerűen így bekattannak. És lehet, hogy ezen is volt kívülről egy ilyen karos nyitó szerkezet, vagy pedig a másik variáció, hogy lakatolták. És ugye gyakorlatilag az akkor is, hogyha nincsen rajta lakat, hogyha van rajta ez a lakat, ez a pánt, lakat igen, pánt. Akkor az rácsukodik, és akkor nem tudta kinyitni. Aha. Simán lehet. Lehet, hogy valamilyen okból kifolyólag lakatolták a fagyasztóládát. De akkor hagytad a magadra csukod, tehát a kamrát, hogy nehogy rájárjon, nem? Így. Hát de, nálunk csak. De hát ha magadra csukod, akkor ki tudod, hogy is? Nem tudom. Nem. Van egy kis pöcök, igen? Egy ilyen U alakú ja, tudom, bekattan. Igen. Uh-huh. És a felső részen, tehát magán az ajtón van egy pánt, az így rácsukódik. Na most azt, ha nem lakatolod le, belülről akkor se tudod kinyitni, mert a pánt nem engedi a pöcökből kicsúszni saját magát. Ha viszont fagyasztóláda volt, és abban mennyi van mínusz 10, akkor hogy maradt életbe 3 napig? Hát, habádban mászott le? Zöld borsom. Vagy... Vagy hogy zöld borsot szopogatott hetekig. Azért ezt nem nagyon tudod kiolvasztani. De ez vajon működhet tényleg, hogy bemászol hűtőszekrénybe, meg kádat borítasz magadra, amit hát a filmekben látsz? Igen, ugye földrengésnél is azt mondják, hogy vagy az ajtófélfa alá állj be, vagy nagyon erős asztal alá mász be, és akkor az elméletileg megvéd. Ha? Nagyon erős asztalt, azt nem mondták, csak asztal alá, tehát elviekben a kemping asztalnak is meg kellene, hogy nekem, amikor én oktatáson voltam, nekem mondták. Hogy a kempingasztal is jó? Igen. Nem, azt a Janinak mondták. Meg a ház legerősebb pontjai, mit tudom, egy ilyen áthidaló alá, vagy ilyesmik alá. Most azért megnézem, hogy te hazamész is tudod, hogy hol az áthidalótok. Na? Hogy le tudnám. Ne, már! Megnézted? Mit kell csinálni ilyenkor tényleg? A magyar erre nincs nagyon felkészülve, nem? Pincében volt. Tehát azt mondják, hogy egy óra múlva jön Budapest felé, vagy az ország egy tornádó. Tudnátok, hogy mit kell csinálni? Hogy hova kell menni? Hát... mit kell? Semmit nagyon, nem? Vagy földrengés, de például este földrengés van, kirohansz a házból? Ki? Te. Nem, mindenki ki. Mindenki ki. Tudod, hogy ki kell rohanni? Vagy várod, hogy elmúljon? Vagy igaz az, hogy ki kell rohanni? Hát, hogyha abból indulok ki, hogy az amerikaiak hogy védekeznek, akkor pince. Tehát nincs pince, nem? Nálunk nincs pince. Akkor padlás. Hát mit tudom. Ja. Hát akkor nem, hát minél mélyebben fekvő dolog kell. Hogy legyen. De az a tornádó. Az a tornádó, most a földrengést mondom. Földrengésnél nem pince, földrengésnél kirohanás. Tehát fekszel otthon az ágyadban, mesztelenül. Igen. Jön a földrengés. Akkor elvileg, hogy hogy elkezd himbálózni jobbra, balra, jobbra. Asszony átnyúl, hogy nem te csak te fordultál meg. Látja, hogy nem te fordultál meg. Akkor fölkapod a gyereket, és ki kell rohanni gyorsan? Szerintem igen. Igen? Igen. Igen. Hát a mi házaink ugye nincsenek felkészítve arra, hogy kibírjanak egy nagyobb földrengést. Vagy a földrengésnél az a reflex, hogy megmerevedsz és megvárod, amíg elmúlik. Tehát, hogy van egy ilyen, jaj, nem mozduljunk, mert még akkor is nagyobb baj lesz. És inkább... az véd valami ellen? Nem tudom, hogy hogy reagálnék erre. Egy sík mezőre kell szerintem kirohanni, hogy nehogy rád dőljön valami. Sík mezőre, ez reális. Igen. Egy mező. És de mondjuk elkezdem kirohanok a síkmezőre, és így megnyílik a föld, és eltűnök benne. Tehát, hogy valami, biztos ilyen, valamelyik Murphy törvény igaz lenne rám abban a pillanatban, de szerintem ez a síkmező lehet az. Reális, hogy Budapestről kifussál egy síkmezőre? Tehát az lehet, hogy valamilyen flexibilis dologra, fölmászol egy nyárfára, vagy ilyesmi, és akkor elkezdesz jobbra-balra hajolgatni. Én éltem át földrengést, de akkor nem jutott eszembe, hogy kimeneküljek, amikor ott Török Bálint Budaörs környékén, mint egy évvel ezelőtt nem akartátok elhinni, hogy rengett a föld. És mit csináltál? Semmit, megmerevettem. De ott is? Ugyan, mint a baka. Olyan merev volt. Nem, tehát nem az jut eszedbe, hogy kirohanjál, igen? Hanem az jut eszedbe, hogy megkapaszkodsz, hogy mindjárt elmúlik.
Tehát nincs benned ez a reflex, hogy összekapod a családot és kirohansz. De egyedül voltál akkor? Nem, hát ott volt mindenki. És nem akartad menteni a családot? Nem, nem, ez volt az elsődleges reflex. Hanem a megmerevedés. Uh-huh. Egy hülye a megmerevedés nem reflex volt, hanem így megfogtam az ágyat egy pillanatra, így megkapaszkodtam. Nem, én, nem én merevettem meg, hogy jó, földrengés, megmerevedek, hát ha nem ismer meg. Nem ezért merevettem meg, hanem... Megkapaszkodás akkor. Igen, megkapaszkodtam. Ja, én meg azt hittem, hogy megmerevettél, hogy ott álltál így vigyázba, és vártad, hogy eltűnjön. Igen, pont így jöttem ki a fürdőszobából, és így... beléptem az, hogy nyilván is megmerevett. Mindig ezt csinálom, a földrengés van. Viki megkérdezte, mi a baj, drágám? Semmi, földrengés van, ilyenkor megmerevedek. Ha földre lefekszel, szerintem az is jó. És akkor rádomlik a ház. Legfeljebb oda-vissza. De figyelj, nagyobb rengésnél pont, hogy ha megmerevedsz, vagy megkapaszkodsz, mint ahogy Balázs csinálta, hát az akár valamit eltörheti a kezedet, lábadat is, nem? Aha, ha merev vagy, de ha nem vagy merev, akkor nem töri? Hát azért kell kimenni, hogy ne essen rád a ház. Hát igen, de ha benn vagy a házban, vagy egy nagy lakóházban vagy, mondjuk te hogy szalasz le a földszintre? Nagy gyorsan, mint az állat, úgy fogom a két gyereket, azt hajrá. Kíváncsi lennék most visszatérve a nőre, beültetnénk téged mondjuk egy fagyasztóládába, körülbelül egy 3 óra alatt megfulladsz. Hát ott az hermetikusan zár. Nincs levegő, mondjuk ez igaz. Ez kamu, hát 2 napig nem éled túl. Jó nagy láda magadra volt. Csukod a ládát, hát van benne mondjuk 2 spenót, meg egy zöldborsó, és mondjuk egy 400 literes hűtőládád van, nem tudom, kicsi vagy nagy, hát azért ott viszonylag gyorsan elfogy a levegő, nem? Egyébként ez igaz. Nem rossz. Ott nem nagyon éled ezt túl. Mert ha megszivárok be a levegő, akkor nincs meg ez a vákumhatás, tehát ki tud nyitni az ajtót. Azt írják, hogy nagypapa zárta be a hűtőajtót, nehogy a tornádó kivigye a sört. De milyen, mikor saját anyádot megtalálod egy hűtőládába 2 nap után? Nem? Hát... örülsz, ha él. Igen. Na jó van, oké. Okay. Hatalmas szivárványon Budapest felett írják nekünk többen, hogy jelezünk a Szentendre úton haladóknak, hogy nézzenek a visszapillantóba, mert gyönyörű a szivárvány. Uh-huh. Kimész megnézni, hogy látod, hogy hány baleset lesz most? Isten, hány baleset a visszapillantók miatt? Kicsit szemerkél az eső, de gyönyörű szivárvány van Budapest felett. Na, van? Vagy nincs, vagy innen nem látszik. Nem tudom, a szivárvány az egy ilyen misztikus dolog, nem? Már nem azért, mert nem értem, hogy készül, vagy képződik, hanem hogy meglátsz egy szivárványt, abban van valamilyen nagyon, nagyon földön túl, ilyen nagyon, nagyon spirituális, nem? Én vezetsz, és ott van egy szivárvány, és ezt így meglátod, az valahogy nagyon tud gyönyörködtetni. Szép. Szerintem. Egy pillanatra ilyen nagyon szeretetteli állapotot tud előidézni. Hát igen, nem? Csak a fizikusoknál nem. Ők így rögtön. Ti ránézzék, és rögtön. Rohadtul nem érdekelnek a fizikusok. Nem érdekel. Igen, megmagyarázzák azonnal. De nem, hogy abban van egy ilyen nagyon, nagyon nagy szépség. Hát földön túlinak azért, de ez nem egy UFO leszálló pálya. Vagy neked eddig azt mondták? De azt gondolod, hogy ez egy jelzés? Egy csészajnak a leszálló fénye? Nézd, azért, mert beszélek néha, nem tudom, kemtről, azért még nem bolondultam meg teljesen. Számotokra értelmezhetetlen dolgokra még nem vagyok Pataki Attila, tehát nem rabolnak el. Nem, de elindultál egy úton. Azért, mert azt mondom a szivárványra, hogy szép, és kicsit számomra földön túli élményt ad, azért még nem azt jelenti, hogy sugárzik a mosópor, és éjszaka UFO-kkal beszélgetek, tehát azért ez még így ebben a formában nincs meg. De mit, láttok egy szivárványt, fölnéztek, és mentek tovább? Nincs egy pillanatnyi meghatódás, hogy úristen, de szép tud lenni a természet egy pillanatra, amikor úgy helyreáll a világrendje. Nincs ilyen érzés bennetek? De kézen fogjuk egymást, ha együtt vagyunk, és beleszaladunk. Nem, én hanyat fekszek, a számba veszek egy fűszálat, és nézem. Így a tarkokra tett kézzel. De télen is. Csak akkor nem, hogyha a Szél Kálmán téren vagyok. De te akkor is megcsinálod. Nem tudom. Én a felhőket néztem mindig úgy régen. Mindig az volt az érzésem, hogy tényleg egy kicsit olyanok, mint hogy ilyen vattacukorból lennének. Na jó. És mit látsz bele? Mi? Megint 2 mell. Ja, igen, még két mell, 4. Még neked egy rosszás tesz is. Mit mell? Mell. Mihály mell. Igen, seg meg. Na jó van. Oké, okay. Azt írják el, visszatérve még a katasztrófákra, hogy ha nagyobb földrengés lenne, illetve hosszabb ideig tartana, akkor... megszoknánk. Akkor egyrészt megszoknánk, hogy akkor reflexből mindenki menteni a családot. Tehát akkor biztos, hogy így van. A 10 emeletes panelházak földrengés biztosak nem. Egyébként? Tehát azokat nem úgy építették 40 évvel ezelőtt, hogy túléljenek egy földrengés? Tuti nem.
azt úgy építették, hogy túléljenek 40 évet. Szerintem most járnak hát, el. Hát, vagy még inkább 30-at. Vagy igen? 30-at. Azt szerintem nagyon rossz állapot. Tehát egyszerűen egy földrengés, és valaki panelban lakik, esélye nincsen kijutni? Az durva. Úristen, most látom, hogy abban a pillanatban elkezdenek csomagolni, és veszetül áramlani ki a havannál az emberek a toronyházakon. Ne, hát szerintem Magyarország azért nem fekszik semmiféle ilyen törésvonal mentén, vagy legalábbis nem olyan veszélyes hely, hogy ettől tartani kellene. Na jó, van, oké, zárjuk is, nem mindegy, nem megkaptuk a szivárványt fotón, hogy barátom mutasd. Elküldte. Mm. Gyerekek, nem mondjátok, hogy ebben nincs valami földön túl. Isten, de hogy átküldte, de ez az. ti érzéketlen férfiak. Ez már az ötös iPhone, elégedett vagy vele? Na jó. De hülye. Na. De szép. Van. És hogy fotóztál egyébként, mert úgy látom, hogy ezt hátra kellett fordulni a vezetés közben. Még kellett volna hátrafordulni, hát megy az úton, és kiteszi előre, és a szélvédő lefotózza. Hát ennyire ne legyen műszaki analfa, Péter. Hát fogsz egy képet, és lefotózod. Hát meg ezt van. Tud hátrafelé is fotózni, tudod? Hát ő megy a rakpart, azért, mert szembeforgalom van, az nem azt jelenti, azért, mert szembe jönnek autók, nem ja, azt jelenti, hogy mögötte vannak autók. Nem vagy egy nagy... nem vagy egy nagy driver, ha érted, mire gondolok. Ennek olyan szar az IOSA. Fura, hogy ilyen könnyű, nem? Tessék? Nektek ott hát nincs benne semmi. Hát miért lenne fura? Na jó, mutatjuk a nap legjobb pillanatait mindjárt, jó? Hívjuk a nap hallgatóját is. Fotópályázatot nem elfelejteni, morningshow.hu, így sírtok ti, ott lehet fotókat föltölteni. Mi pedig jövünk a reklám után. Ez itt a Morning Show. 3:40 lesz, pontosan 5 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. M7-es 102-es kilométer trafi, Nagykanizsa felé tartó oldalon, nem tudni melyik oldalt méri. Ezt Peti küldte nekünk. Köszönjük szépen. Ez a legfrissebb. Áll a sor az M1-esen, Tatabánya felé eső részén, Herceghalom után, ezt pedig András küldte nekünk. Köszönjük szépen. A BKK Facebook oldala szerint pedig a 41-es villamos nem közlekedik a Rózsavölgy alsó és a Kamara erdei ifjúsági park megállók között pályahiba miatt. Pedig de szép. Jó, ne olvasd tovább, elég ennyi. De szép szakasz. Potlomozok járnak. Ne, csak a fontosat. Hello, na milyen az M0-ás körgyűrű? Jó, nem? Igen. Akartam valamit mondani. Ja, igen. Norbit megkérdezték, hallottátok, hogy mi volt az amerikai nő hűtőjében? Nem, mit válaszol? Bagley. Ők is készültek már a karácsonyra. De szerintem biztos, hogy nem volt mákos, mert ott nem nagyon szeretik a mákot, nem használják így tölteléknek, de diós volt. Diós volt? Bagley. Nem jó kérdés, hogy diós volt. Bagley. Biztos, hogy Bagley volt? Ugye, Norbi? Bagley volt? Bagley. Mit lehet még Norbitól kérdezni? Hát, szerintem nagyon sok minden. Tehát, hogy például mi az a dolog, ami nélkül nem karácsony a karácsony. Bagley. Mit tettél ma reggel, Norbi? Bagley. Mitől? Norbi, tudsz mászót a Bagley is kívül? Bagley. De mitől fog a fogaid, mitől mákosabb? Bagley. 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 Óriási reklámfogás, hogy Bagley-ra hívja. 9 perc múlva 10 óra, hello mindenkinek. Jó reggelt kívánunk. Puszi. Telenorban dolgoztam, a Huawei telefonra mindent használt a gép, a hüvelytől kezdve a Hawaii-ig minden volt. Ezt Peti írja nekünk Szexáról. És az Ákos, a hírszerkesztőnk elmondta, egyébként nem Huawei. Tehát, hogy a koreaiak nem így mondják. Hogy mondják? Tök, már elmondtam, már nem emlékszem, az a baj. Reklám már Huawei? Vagy mi? Ne, tök máshogy mondják. Tehát nem ez a hangsúly, direkt megkérdezte, hogy mi a helyes kiejtés. Na, mit mondanak, Ákos? Azt mondják, hogy Huawei vagy Huawei. Na. Nagyon röviden. Tehát Huawei. Ez a Huawei. Nálunk, ami Huawei lett itt, az a Huawei. Köszákos. Tehát, hogy tök máshogy mondják egyébként. Itt a nép az hüvelynek mondja Hawaii. Egyébként tényleg fejtsd meg, nem? Tehát van egy W, egy UA, egy H, tehát így nem is tudod. Hello Csabi, jó reggel. Vagy vegyél inkább egy Samsungot. Egyébként tényleg igen, vagy bármi más. Hogy van ez a családomban ez a vezetéses dolog nálad? Ha egyszerű ez a dolog, mert hogyha nagyon-nagyon hangosak hátul, akkor bekapcsolom az Iron Maiden, jól mondom? Iron Maiden. Peace of Mind lemezét, jól felhangosítom, és nem érdekel, hogy mi történik hátul. Ők szeretik? Ők nem. A Romeo nagyon szereti, a Demeter az szeretné inkább valami lágyabb zenét hallgatni, ő Robbie Williams-szel azért nagyobb barátságban van. De hát engem nem érdekelt. Feltekerem, aztán hadd kiabáljanak rá, nem tudod. Korrekt apuka. Ez ugye? Az nagyon jó okos döntés volt. Nem, nálunk nincs vita, tudod. De kérdés, hogy mit mond erre Norbi? Bagley. Köszönjük, Norbi. Köszönjük, Norbi, a hozzászólás. Valami más? Bagley. Ah, nincs semmi más. Egyet, igen. Igen.
De egyébként apám is Beiglinek mondja, jut eszembe. Az én nagymamám is. Csak a Norbitól ez egy fura volt, Beigli. Tehát ez a déd nagymamám, nagymamám, sokan mondták így, hogy Beigli. Igen, csak ez ma már azért kihaló félben van. Jó, de hát ő ezek szerint szereti a hagyományokat megőrizni és vigyázni rá. Így van. A pozsonyi kifit is Dájós kifit. Dájós? James Dájó. Ronnie James Dájó. Na, hívjuk a naphallgatóját. Remélem felveszi. Morning show? Dájó felvette. Az bizony, hello, jó reggelt! Jó reggelt, elhúztok. Jó reggel. Jó reggelt, Gábor vagyok. Gábor, nincs itt a papíron, nem tudod? Kösz. Ugye a kiejtésekről beszélgettünk, hogy ki mit hogy ejtett, és szenzációs SMS-t írtál nekünk. Ez igaz egyébként, Gábor? Így van, ez egy elkapott beszélgetés volt. Egy parkban két öreg hölgy beszélte meg az aznapi programját, és csak úgy elhaladtam mellettük, úgy hallottam. Majdnem leestem a járdáról. Az döbbenet, ugye a CSI Miami helyszínelő kapcsán írtál. Azt írtad, hogy valaki a CSI Miami helyszínelő kapcsán azt mondta, hogy megyek nézni a Chimiami című filmet. Hogy ez a CSI, CSI, ha valaki esetleg nem tudná, CSI Chimiami. Chimiami című filmet. És ezt hallottad saját füllel, tényleg? Igen. De hogy jöttél rá, hogy miről beszél? Nem volt könnyű, ez volt a legnehezebb dolog megfejteni. Aztán szerintem, hogy láttam a tévében a kiírást, akkor ugrott, nem is ott a helyszínen ugrott be, hanem később. Ugye, ez mind tényleg Long Island, Long Island, mindent hallottam, de ez egy Chimiami. Mindent visz. Ez annyira mindent vívő, hogy ez szinte már felfoghatatlan. Két helyes idősebben Chimiami. Így voltam, én is. Érthető nyilván, hát így van írva, abszolút. Jó. Oké, Gábor, hol hallgatsz minket? Gyálon hallgatlak benneteket. Gyálon. Ott is dolgozol, ott laksz? Igen, itt lakom, és itt is dolgozom, igen. Jó van, küldjünk neked egy szép kis Morning Show Class FM-es ajándékcsomagot, jó? Köszönöm szépen, további jó műsort nektek. Köszi, hogy minket hallgatsz, ciao. Sziasztok. Hello. Képzeljétek el. Na. Ahogy én jövök befele az autóval, elhaladok itt a Népligeti autóbusz pályaudvar mellett. Megvan. És be is látok mindig, és ma nyomtam egy satúféket, és van a Harkányba induló busz, és a Harkányra váró emberek strandpapucsban, fürdőnadrágban, úszószemüvegben, és mondom, hát jó, hogy ma melegebb van, tehát hogy nincs az a nagyon hideg, de hát ezek szerint Harkányban termál van, én azt gondolom. Vagy ők valamilyen szláv rozmár klubnak a tagjaival. És így utazzák körbe Európát. Hát igen, vagy csak előkerültek néhányan az Opniból, nem? Vagy ők lehet, hogy leszálltak, tehát ilyen lassan ért ide a busz, tehát ők még nyáron felszálltak, és ők most szálltak le róla. Ez is lehet, nem tudom. És oda mentél fotózkodni, vagy csináltál valamit? Nem, én nagyon fontos a munkám, és siettem inkább ide. Hát, vagy lehet, hogy két órás kupont kaptak, és nem akarnak már veszélni az öltözkedéssel, nem? Az is lehet. Igen. Jó, már remek zenéid is lesznek még, Csabi, a következő pár órában? Már elkezdem, ugye most már csak két hét van hátra, úgyhogy elkezdem adagolni a karácsonyi dalokat. És minden mellett persze lesznek újdonságok is. Ha már karácsony, akkor említsük meg, hogy a Karamell már letudta ugye az évvégi nagy buliát, de nagyon sokan vannak még előtte, például Hooligans ugye a két ünnep között fog egy nagy bulit tartani Budapesten. Demién is, de most én a Hooligans-től hozok majd egy újdonságot. Milyen volt a Karamell koncert? Nagyon-nagyon jó volt. Az az ember, ahogy énekel, én azt gondolom, hogy ő nem ember, hanem UFO. Tehát ilyen jól nem lehet énekelni. És közben vicces, humorizál, jó fej, közvetlen, egyszer csak feltett valakinek egy papírt a színpadra, és ő felvette, elolvasta, hogy hát 1000 kilométert utazott a papír szerint valaki, hogy ott lehessen és készítsen neki közös fotót. És azt mondta, hogy jó, hát akkor oldjuk meg, gyere fel a színpadra. Szóval ilyen apám és gegekkel tűzdelte meg amúgy meg zseniális dalait. Jó volt. Jó van, Csabi jön a kívánság műsorral, lehet tőle dalt kérni, nagyon örül minden kívánságnak, mi pedig jövünk holnap. Szép napot, szevasztok! Sziasztok! Ciao.